beszéltek Sirius Rékez pedig nem más, mint... Oh yes! Június van? Február, március, április, május, június... Három nap múlva jön a Hard Space Shipbreaker? Ezt nekem miért most kellett tudnom? Ez egy mikor lesz, Epic Night? Ez egy mikor lesz? Ez ebben a formában egy mikor lesz kérdés. De mivel szemmel láthatóan nem ezzel a szándékkal tetted fel, de egyébként segítek, ez egy mikor lesz kérdés. Wow! Hát én ezt a játékot tökre várom. Azt hittem, még tök soká van a megjelenés. Oké, hol lehet ezt előrendelni? Elő akarom rendelni vajon? Én ne akarnám előrendelni. Mennyibe kerül? Semennyibe. Nyilván. Early access, úgyhogy nem lehet előrendelni. Oké. Okay. True. Mindegy, nem ezzel a játékkal fogunk ma játszani. De hogy ez a játék akkor megjelenik... 16... Megjelenik kedden? Amikor lesz és ha lesz, az mind a kettő... Ugye, az mind a kettő TO offense egyébként. 16-a kedden. Oh, yes! Lehet, hogy végre valami lepatt... Á, nem. Akartam mondani, hogy lehet, hogy végre valami... lepattint a Tarkovról. Na, szóval, srácok! Az a helyzet, hogy nem volt feltétlenül átgondolva ez a mai kérdés Twitteren. Ugye Twitteren azt a kérdést tettem fel, hogy mit játszunk a City Skylines előtt. Tarkovot, vagy csak Tarkovot ne. És az a helyzet, hogy teljesen oké, ha nem akartok Tarkovot látni. Egyébként ettől függetlenül valószínűleg lesz Tarkov, mert ez nem ilyen általános igazság, bla. És ennek ellenére is nagyon erősen tartotta magát. A probléma ezzel a kérdéssel is, ennek a kérdésnek az ilyen jellegű feltételével, az, hogy szembeállítja a Tarkovot... Nem jó a fókusz? Nem jó a fókusz. Szóval, az, hogy szembeállítja a Tarkovot az összes többi játékkal. Tehát, hogy nyilvánvalóan igazából így most jobb, függetlenül attól, hogy az ember mit szeretne látni, tehát mit tudom én. Az, aki City Skylines pont nem jó példa, mert utána van. Az, aki Minecraftot szeretne látni, vagy az, aki Oxygen Not Included-ot szeretne látni, aki nem tudom mit, az ugye nyilvánvalóan mind a Tarkov ellen szavaz. Úgyhogy nem feltétlenül azt érte el a szavazás, amit szerettem volna. Úgyhogy valószínűleg, egyszerűen nem azt az információt kapjuk meg belőle, amit szerettünk volna megkapni. Úgyhogy valószínűleg inkább maradok majd az ilyen specifikus játékokra hajazó szavazásoknál. Tehát amiben ténylegesen ott vannak a játék címek, hogy miből lehet választani. Én nem vagyok benne biztos egyébként, hogy meddig lesz izgalmas kérdés, hogy mit szólok a PlayStation dizájnjához. Miért számít, hogy mit szólok a PlayStation dizájnjához? Nekem személy szerint nem tetszik. De hogy nyilván mindenkinek, értitek, ez tök más, hogy... Aki csak nem szereti a Tarkovot, az is benne van egyébként, Lili, az is abszolút benne van. Az is benne van, de nem csak az van benne is. Ugye nekem az lett volna a célom, hogy az legyen benne csak. És hogy nyilvánvalóan teljesen igazad van, hogy az is benne van. Az is benne van ebben a szavazásban, aki nem szereti. Csak sajnos nagyon sok más is benne van. Én ezt nem tudom, hogy ez hogy lehetne ennél sokkal egyértelműbben kitalálni. I have you covered. Bezmondnak nagyon-nagyon szépen, köszönöm a szabot. Nagyon-nagyon király vagy itt hónapi egyhuzamban. Tegnap kaptam egy mailt, miszerint előfizettem. Ez megy automatikusan? Na mindegy, nem mintha nem akartam volna amúgy is. Ilyen a diktatúra. Igen. Igen. Le tudod mondani a Twitch felületén. Szóval, ha szeretnéd, akkor azt most tedd meg. Az helyzet, hogy Twitch szabot visszautalni nem nagyon tudok, mert ugye töredékét kapom meg. De hogy igen, az előfizetés az megy automatikusan.
Ja, valószínűleg egy ilyen direkt kérdés, csak az meg ugye nem vezeti le arra, hogy most a mai nap folyamán azt streamelje-e vagy ne. Értitek, mire gondolok? Mármint, hogyha ha ténylegesen megkérdezem azt, hogy szereted a Tarkovot, és akkor igen, szeretem a Tarkovot, nem szeretem a Tarkovot. Az nyilvánvalóan egy sokkal, sokkal célzottabb kérdés ebben a kategóriában, csak az meg ugye nem referál arra, hogy streameljek-e ma. Ezért nehéz kérdéseket feltenni a tömegnek. Tintafoltnak nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot, és ha jól látom, akkor ez az első, úgyhogy használd egészség az elképesztően király emótjainkat, meg az öt képzeletbeli emótot, ami egyébként Vivi kedvence, és sok szeretettel várunk Discordon is, ahol meglehetősen aktív a kis közösségünk. Amúgy is folytattam volna. Ó, mert hogy egyébként már öt alkalommal leszette magától. Szóval, hogy ezt így csinálja. Na mindegy, viszont így úgy alakult a dolog, hogy Scrap Mechanic-ezni fogunk. A Scrap Mechanic az nagyon-nagyon régóta, vagy nagyon-nagyon régen játszottunk vele. Nem játszottunk vele nagyon-nagyon sokat, de nagyon-nagyon régen játszottunk vele. Egy ilyen építős, tervezős játék, amiben építeni és tervezni kell. És egyszer csak ehhez megérkezett egy survival update, ami nem tudom pontosan, hogy mennyiben más, és ezt egy ideje meg akarjuk nézni. Úgyhogy most meg fogjuk nézni. Szerintem elég régóta egyébként. Elég régóta kint van már, talán több mint egy hónapja. És akkor ugye nyilván bele akartunk nézni, csak végül nem sikerült. Mert tarkovoztunk és annóztunk helyette. Jó, nem feltétlenül tarkov, tök keveset streameltem tarkovot, úgyhogy ez még nem feltétlenül ugyanez. Hogy te szeretnéd, hogy ezt a szavazást ténylegesen megcsináljuk? Jó, csináljuk meg persze. Valaki beváltott 20 000 csatorna pontot. Csinálom én. Szeretitek a tarkovot? Nem. Szereted, mert a szeretitek az meg megint mást jelent. Szereted a Tarkovot? Wow, mintha nem tudnék írni. Igen. Nem. Jó, és ez igazából mehet tök sokáig, mert miért ne? Mondjuk 3 perc. A 3 percnél hosszabb szavazások már ilyen furák nekem. Szóval, ja, Scrap Mechanic-azni fogunk, és a Scrap Mechanic után pedig City Skylines-zal fogjuk levezetni a hetet. Ugye ez a mai nap a hét utolsó munkanapja számomra, ami azt jelenti, hogy a hét utolsó streamje számomra. Úgyhogy azt szeretem egy kicsit ilyen chillesebben befejezni, és szerintem a City Skylines az pont egy ilyen dolog. Minecraftozni szoktam ilyenkor, szóval értitek, egy kicsit ilyen kis nyugodtabban befejezni. Ez a mai stream, ez rövidebb lesz, mint általában a szombati streamek, nyilvánvalóan nem sikerült délben kezdenem, elsősorban azért, mert tarkovoztam. Olyat is egy hozzá, hogy a tarkovot nem, legyen egyszerű. Tehát, hogy legyen egyszerű a kérdés. Oké, nem lett egyszerű a kérdés. Annyira szerettem volna, hogy egyszerű legyen. Nézni. Elsősorban arra gondoltam, hogy szeretitek-e nálam nézni a tarkovot, de igen, jó, semmi baj. Tudok törölni kérdést? Nem, de feljelenteni tudok. Jó, mindegy. Mindegy igazából. Soha sem lesz ez jó. Kezdjünk el játszani. Hello. Köszönöm. Oké, szóval, Scrap Mechanic. Vannak emlékképeim a csodálatos videójátékról, de nem feltétlenül nagyon-nagyon sok. Tehát, hogy így őszintén szólva nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy olyan elképesztően rutinos leszek benne, de megnézegetjük, meg hát nyilván... Oh, hello. Ja, az úgy nagyon könnyű beállítani a hajat, hogy közben nem lehet forgatni. Igen, az úgy nagyon-nagyon könnyű. Alapvetően egyébként már neheztelek a játékra, pedig még el sem kezdtem játszani, ami nem feltétlenül a legjobb kombó. Elsősorban ugye nyilvánvalóan azért, mert a menüzenéje leáll egy idő után. Jó, nyilván ettől nem neheztelek nagyon. Tehát, hogy ez nem egy ilyen erős nesztelés, de nem szeretem azokat a játékokat, amiknek egy idő után leáll a menüzenéje. Jó, ez tök jó lesz karakternek, nem tudom, számít a survival. Van itt bárminek hangja?
Van, susok hátul. Diktatúra, bár ez nem egy menedzser játék. Szóval ja, nagyjából egy olyan 5 óráig tervezek scrap mechanikezni. Körülbelül. Nyilvánvalóan attól függ, hogy mennyire élvezzük, meg mennyire találjuk meg benne magunkat, meg mennyire van értelme. Mert azt tudom, hogy az építkezés része az tök jó. Megépíteni tök jó, de hogy a survival módról nem tudok semmit. Nem tudom feltétlenül. Az a helyzet, hogyha ugye a trailer az inkább ilyen ilyen kóp élményre koncentrált, és inkább ilyen player versus AI kicsit tower defense-es vonalban, amit én nagyon szeretek egyébként, mert a tower defense játékokkal. Vagy legalábbis nekem így tűnt, de hogy... Ja, van hangja. De hogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy nem csak nekem tűnt így. Oh. Leestünk egy űrhajóval? Ez egy űrhajó? Hát nézzétek, ja, valószínűleg ez egy űrhajó. Vagy repülő. Valami, amit mi biztos nem fogunk tudni építeni. Oké, szóval, szója, egyelőre nem tudok róla nagyon sokat. Ettől függetlenül nem feltétlenül, szóval értitek, kérdezni fogok, ha valami felvetődik. Tudom, hogy ez megint csak egy olyan játék, amilyen igazi melegágya lehet a backseat-elésnek. De ettől függetlenül jó lenne, ha nem csinálnánk feleslegesen sokat. Hát, végülis van hajtóműve. Azt gondolom, Tome úgy játszani, hogy a nyakamban van a fejhallgató. Hát, nézzétek, majd kiderül. Hogyha szükségünk lenne hangra, az baj. ha szükségünk lenne, az baj. Illetve ez is... Oké, szóval van répánk, van paradicsomunk. Hol jelzi a kaját? Bal oldalon alul jelzi a kaját. Oké, szerintem répa mag. Ez szerintem paradicsom, répa, paradicsom mag. Valami. Jó, hát ezeket majd kitaláljuk. Illetve hogy nyilvánvalóan a kalapácsunk. Mi a helyzet a fülemmel? Well, ingadozó, és most jelenleg itt nem annyira nagyon jó. Tehát, hogy most egy jó pár napig, vagy egy jó pár hétig így tök oké volt. De most épp annyira nem jó. Megint elkezdtem sokat használni fülhallgatót, megint hallgatok a... Szépen lassan visszaszivárgott nagyon sok fülhallgató használt az életembe. Ami valószínűleg nem tett kimagaslóan jót. Tehát, hogy majd arra gondolok, hogy ugye... Ja, hát ez ott lángol. Na, ez meg egy üveg. Oké, szét tudom, mit mihajon? Valószínűleg nem tudom szétudni, ugye? Szóval, ja, ez egy kicsit ilyen ingadozó dolog a fülemmel. És ez ellen nem lehet, mit lehet tenni amúgy? Hát, nem tudom. Az helyzet, hogy lehetséges, hogy az egy megoldás lenne, ha most belállnék, valahogy összeraknánk, ami azt jelenti, hogy mit tudom én, járnék naponta fülorgégészetre, mert amikor utoljára hasonló volt, akkor naponta kellett fülorgégészetre járnom. És akkor minden nap megcsinálják azt a nem tudom milyen kötés, blablabla. Szóval értitek, a szokásos. Ami őszintén szólva, annyira nincs hozzá kedvem. Mert hogy ugye a naponta fülorgégészetre járás az vagy végtelen mennyiségű idő. Abban az esetben ugye, hogyha... hogyha izéhez megyek. Nem tudom azt, hogy hívják az STK-ba. Vagy végtelen mennyiségű pénz, abban az esetben, hogyha magánhoz. Szóval ja, lose-lose szituáció. A legjobb megoldás az nyilvánvalóan az, hogyha nincs baj a fületekkel. Miről szól? Össze volt már, tehát hogy összefoglaltam már. Azzal kezdtem a streamet. És nem egyébként a azért nem tudom. Tehát ezt a survival módot, ezt nem tudom jobban összefoglalni. Azt tudom, hogy velük még nem találkoztam soha, és ez egy nagyon erős kezdés. Bár tény és valahogy én jöttem ide. Oké, tény és valahogy én jöttem ide, de hogy ez azért egy nagyon erős kezdés. Szóval ez egy építőjáték egyébként. Nagyon-nagyon hasonlít a Main Assembly-hez, amivel mostanában játszottunk, azért ahhoz hasonlítom, mert mostanában játszottunk vele, nem azért, mert ahhoz hasonlít a legjobban, de ugyanúgy lehet építeni, programozni a dolgokat, összekötni a vezérlést, tehát hogy azért elég,
elég komplex dolgokat lehetett eddig csinálni, viszont ez eddig csak egy ilyen sandbox építő játék volt, amiben így lehetett építeni dolgokat, és hogyha akarták kihívást, akkor te találtad ki magadnak a kihívást, és akkor most jelent meg hozzá a survival mód, amiben elméletileg van, mint láthatjuk, vannak ellenfelek, tehát hogy az viszonylag egyértelmű, hogy vannak ellenfelek, és valamit lehet ezekkel csinálni. Oké, mindegy. Szóval vannak ellenfelek, azokban biztosak lehetünk, és ugye nyilvánvalóan harcolnunk kell velük. És közben valószínűleg ugye nyilván megmaradt az az alapvető építési mechanika, ami egyébként van a játékban. Ezt most meghámozzuk jól. Ezt most úgy meghámozzuk, hogy ihaj-csuhaj. És nagyon jól kezdünk, akkor már jelezném is, hogy teljesen fölösleges a tök random infókat rám dobni, amikkel jelenleg éppen nem foglalkozunk, mert az az megszít. Úgyhogy, ja, ehhez próbáljuk tartani magunkat. Szóval, nem tudom feltétlenül, hogy itt most járműveket lehet. Tehát ugye az van, hogy a Scrap Mechanic elsősorban járművek építésében volt fun, vagy legalábbis az emberek elsősorban arra használták. Tehát ugye ugyanúgy, hogy a Minecraftnak, Minecraft építési mechanikáinak elsősorban az épületek állnak jól, mert ugye nagyon-nagyon nehéz menne járműveket építeni, úgy a Scrap Mechanicnak elsősorban a járművek álltak jól, mindig is. Az, hogy most ez a survivalben hogy változott meg, mennyire vagyunk az eredeti épületekre hagyatkozva, tehát amik itt vannak, mondjuk arra, és teszem azt mondjuk mennyire nem, az nyilvánvalóan egy teljesen másik kérdés, arra majd rájövünk. Ez az, amire járműveket lehetett építeni. Ez pedig nem az, amire járműveket lehetett építeni. Uh-oh. Ezt nem kellett volna csak úgy leraknom, ugye? Nem? Azt hiszem nem. Oké, okay, hála az égnek, fel tudom venni. Na az érdekelne, srácok, hogy mert azzal nem találkoztam, hogy ez itt micsoda. Ezzel nem találkoztam még korábban. Meg ugye a survivalnek nagyon sok eleme van, ami nem feltétlenül jármű preferált. Vagy legalábbis nagyon nehéz járműre rakni. Tehát úgy értem, hogy a kaja termesztés. Veszek, fel lehet rakni járműre, ha a játékfejlesztői szeretnék, hogy te fel tud rakni járműre. De hogyha fel is lehet rakni... Ha fel is lehet rakni, ugye akkor is szuper kellemetlen igazából. Craft alapanyag. Ó, oh, azért rossz hír. Azt hittem, az valami, nem tudom, a köré tudjuk építeni az épületet. Én nekem egyébként a trailerből, ami egyébként lehet, hogy teljesen helytelen, tehát hogy ez csak így jött le a trailerből, de hogy nekem úgy jött le, mintha lenne egy a bázisnak egy közepe, ahova megpróbálnának ezek a robotok bejutni, és akkor egyre nagyobb robotok lennének, és akkor fegyvereket kéne csinálni. És akkor most ugye nyilvánvalóan van ezekben a loot, de egy például nem tudom, hogy fát ki lehet-e vágni. Ki lehet vágni fát. Lett ettől nekem fám? Olcsóbb lett-e a kenyér? Nem, csak kivágtam a fát. Ó, de lehet belőle még fa. Közben kezdünk éhesek lenni, nyilvánvalóan van nálunk paradicsom meg répa, szóval azt majd így elveszegetjük. Fortnite feeling az azért, ugye azért lehet fura vagy kérdéses, mert legjobb tudásom szerint ez messze régebbre nyúlik. Messze régebbre nyúlik. Tehát hogy a survival része, ami ugye nyilván a Fortnite-nak sincs, az nem, de maga a játék, meg az építés, meg az ilyenek, az messze sokkal régebbre nyúlik. Nem tudom pontosan mikor kezdődött el a béta, de hogy én ilyen... 14-15? Talán? 2014-2015? Ilyesmi. Oké, okay, arra kéne rájönni, hogy hogy tudunk építeni. Ó, hogy vannak nálunk építőanyagok. Van nálunk wood, meg van nálunk scrap metal. Meg van nálunk üzemanyag. Meg van nálunk egy csapágy. Izgalmas. 2016. februárjában játszottam vele, akkor olyan 2016, jaj. Nem, másra támadnak a bázist, te csinálod. Másra támadnak, és akkor gondolom oda kéne csinálnom a bázist. Ne pattanj el.
Lehetséges, hogy a köré kéne raktam, csinálnom a bázis. Vagy lehetséges, hogy az valami jó cucc, és... Megállnál? Lennél szíves megállni, amíg meghámozlak? Oké, okay, szóval... Semmi baj, nagyon szívesen segítek. Ha esetleg nem egy ilyen... Nem egy ilyen érthető koncepció ez a... Ez a backseat dolog. Nem, 2016 ez nem ma volt. Szóval, hogy ez már elég régóta kín van a piacon is. Alapvetően, ha jól emlékszem, mindig pedzegették, hogy egyszer csak lesz benne survival. Vagy értitek? Tehát, hogy igazából egy üres map volt, amire építhettél feladatokat, meg építhettél járműveket, de hogy elsősorban egy üres map volt. Szóval igazából simán benne volt mindig is a potenciál, hogy, hogy legyen benne survival, és akkor most érezték úgy valahogy, hogy, hogy meg lesz, vagy meg lett. Nekem számomra egy nagy kérdés volt ez mindig is. Ó, szervusztok kedves Dave nézők, és szervusz kedves Dave, sikerült-e megbarkácsolni, amit meg akartatok barkácsolni? Olvastam, hogy valami barkácsolási történik. De bevallom őszintén, ezt nem feltétlenül figyeltem, hogy micsoda. Elvitte őket az eső. Oh. Akkor valószínűleg nálunk is el fog eredni, kivétel, ha tőlünk ment a felé, de mert szóval, hogy... Sajnálom. Sajnálom, mondjuk már ilyen, meg holnapra is ilyen teljesen kiszámíthatatlan, nem buta időt írnak, úgyhogy... Ez benne van. Én most azt nézem, hogy itt nálunk még nem esik. Mondjuk eshetne, mert nyilván a növényeknek jót tesz. Istenem, mikor lettem annyira felnőtt, hogy azt számolgassam, hogy a növényeknek jót tesz az eső. De mondjuk a hétvégén le kéne írnom a füvet. Mert hogy ugye az, amit ültettünk, azt még egyszer se vágtuk le. És most már javában abban a méretben van, hogy elkezdjük levágni. És akkor nem tudom, hogy a fű az elkezd erősödni. Attól, hogyha vágjuk, de hogy én élnék a gyanúperrel, hogy... Wow, ez azért egy kicsit macerás. Szóval, hogy én élnék a gyanúperrel, hogy valamennyire csak erősödne. Ne, gyere ide! Nem tudom, hogy kell-e ennyi fa, srácok. Egyébként nem is tudom, hogy kell-e ház egyáltalán. Muszáj vágni és minden este locsolni? Hát akkor nem kell locsolni. Szakad az eső egész nap, de amúgy igen. Ja, ma levágom, mert egyébként nagyon szép. Nagyon szép zöld is, mert a színe is nagyon szép, meg nagyon szép sűrű is. Úgyhogy nagyon szépen állunk azzal, jó, mondjuk egy nagyon pici plac, meg igazából veszek, az is nagyon sokat segített, hogy egy a tavalyi teljes körtetermést rárohasztottuk arra a területre, ahol most neveztük a füvet, úgyhogy veszek a másik oldal, a kert másik oldal, ez egy kicsit nagyobb kihívás lesz. De valószínűleg csak egy kicsit. Mindjárt végzek a fával. Oké, okay, hány építőblokkom lett ebből? Tehát, hogy legalább megéri csinálni? Akár meg is érheti. Oké, okay, nem vagyok benne biztos, hogy... Igen, ez nem ugyanaz, mint a Minecraftban a favágás. Ami nem feltétlenül baj. Tehát, hogy egy csomó játékban, tehát például az Echo-ban, az Echo-nak kifejezetten jól áll az, hogy végtelen macerás minden. Mert ugye az megpróbál egy olyan érzetet kelteni, hogy... Megpróbálja a limitált lehetőségeinek ellenére is a lehető legközelebb rakni a valósághoz a különböző folyamatok, vagy legalábbis valamennyire közel rakni a különböző folyamatokat. Szóval egyetlen nem feltétlenül probléma ez. Oh. Nyilván az a kérdés, hogy mennyit kell csinálni az Echo-ban, ott már az volt az érzésem egyébként, hogy egyébként kéne valamikor ekózni. De az Echo-ban az volt az érzésem, hogy azt már egyedül nem is tudom megcsinálni. Tehát az például, hogy az Echo-ban valaki utat építsen, ami ugye a Minecraft-ban nyilván annyi, hogy így vezessen oda egy blokksoros csá. Szóval az Echo-ban ahhoz döngölni kell, meg nyersanyagokat oda szállítani, kis kézi döngölővel végigmenni, szóval az azért egy elég kemény dolog. Az, hogy egyébként mindjárt ránk sötétedik, és szia Mencix, és gyakorlatilag semmit nem csináltam, csak fát hint. Viszé, az nem vagyok benne biztos, hogy a világ legjobb dolga.
Illetve ott van valami, ami világ. Oh boy! Remek, fantasztikus, ilyen bebételt egy nyajás világító rúd. Ó, és haragtartó is a világító rúd, ez egy remek hír. Végül is semmi baj, nyilván szétverjük a muszáj, azt hiszem. De közben lehetséges, hogy nem. Wow, mennyire haragtartó itt valaki. Ó, lehet, hogy nem felém szalad már. Vagy lehet, hogy most fog becserkészni. Oké. Okay. Szóval, az biztos, hogy kerültek bele szörnyek. Azt, hogy most mondjuk bázist hol kéne létesíteni? Az egy ilyen elég izgalmas kérdés. Mi van a kezében? Ó, az a feje! Oké, okay, azt is rifány. Persze, azt is. Kenegesd meg egy kicsit ezzel a vajazókéssel, aztán jó lesz. És be magad a föld alá. Ó, wait, ez no Minecraft. Nem. Nem, nem. De nem ám. Oké, okay, srácok, akik játszottak már ezzel a játékkal. Ez most egy kérdés tőlem, nektek. Tökre örülnék, ha megválaszolnátok. Hogy érdemes elkezdeni? Érdemes építeni valami random pozícióra valami bázist? Vagy érdemes megtalálni valami helyet, és odaépíteni egy bázist? Érdemes-e egyáltalán építeni bázist? Vagy elképzelhető, hogy nem kell építeni bázist? Hogyha pedig kell bázist építeni, akkor milyen dolgokra kell figyelni a bázis pozíciójának kiválasztásakor? Ez egy komplexebb kérdés lett, mint szerettem volna. Találsz egy hangárszerű helyet, oda érdemes falat felhúzni, ott ágy is van. Hangár, hangár, hangárszerű hely. Itt egyébként pont van, de ez nem az a faj. Az egy tehén, de hogy ő vajon támad-e? Halló, Rasta tehén! Nem, nagyon jó. Úgyhogy az űrhajónál megnézi a tutoriál részt. Wow, ha az űrhajónál van tutoriál rész, akkor ezt jól eltitkoltál. Az helyzet, hogy az űrhajótól jövök. Jó, mindegy, visszamehetünk az űrhajóhoz. Elég könnyű elkerülni akkor a tutoriált. Reklámszünet volt, azért volt egyszer csak reklámszünet, szóval ugye fél óránként tolok reklámszüneten. Oké, menjünk vissza az űrhajóhoz. Nyilván, elrejtették a tutoriál, de attól még van. Állítólag. Ezt is megvajazzuk. Szia Boris! Hogy megy a streamer karrier? A termesztett növényeidet támad... Oh, wow. Na. Egyed azt a narancsot, paradicsomon. Edd meg a következőt is úgy. Meg kell keresni az épületet, aminek a tetején villáskulcs van. Oké. Okay. Ennek van a tetején villáskulcs? Pontosan milyen villáskulcsot keresünk? Egy fizikai villáskulcsot keresünk? Vagy egy... ilyen lebegő... ilyen overlay... Tehát, hogy... Értitek? Az épülethez van rögzítve a villáskulcs, vagy a látószögemhez? Fixen hozom három nézőt? Hát ez tök jó. De most kérdezek, Pyro, most kérdezek. Én most nem láttam még semmi olyat, lehet, hogy azért, mert nem... tehát, hogy én most, mondjuk egyébként valóban nem feltétlenül ennyire specifikusan, de hogy alapvetően én kérdeztem. Azt nem, hogy mire támadnak, ez true egyébként. Igen, ez true, ebben teljesen igazad van, Pyro. Oh, hello! Ide majd visszajövünk, ha találtunk az épületet, aminek, értitek, aminek a tetején villáskulcs van. Oké, okay. Nyilvánvalóan sötét van, szóval ez nem feltétlenül fog nagyon sokat segíteni abban, hogy megtaláljuk az épületet. Illetve az sem feltétlenül fog nagyon sokat segíteni, hogy eltűntek a... vagy elfogytak a kajáim. Valószínűleg ez sem fog nagyon sokat segíteni. De végül is mindegy.
Kezdjünk el sétálni, keressünk egy épületet villás kulcssal. A hologram-szerű dolog, jó. Oké, 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 hologram, az cool. Abban az irányban nem láttam azt hiszem épületeket. Ezt nem tudom, hogy most a villáskulcs épületet keresünk, vagy hangáros hangárt keresünk, mert ugye tök mindegy. Bármelyiket találunk ebből a kettőből, akkor ott letelepszünk. Ó, és akkor az ott bal felül azt jelzi, hogy mennyi az idő. Azt hittem, hogy nem tudom, hogy igazából én bevallom őszintén azt hittem, hogy azt jelzi, hogy mennyi ideje élünk. Sziasztok, bocik. Azt hittem hányt. Te jó ég. Fura az az animáció. Ugyanez a két épület. Nagyon jó. Hát akkor ez viszonylag hamar kiderült volna, mint odaérünk. Menjünk vissza az útra, mert nem tudom. Az út az jó. Legalábbis eddig jó volt. Itt nálunk még nem dörög egyébként. Itt hála az égnek nem dörög. Még egyébként este stream után el akartam menni sétálni, de végül is mindegy. Tehát ez annyira, az annyira ne... ott valami világít. Ott is világít valami. Szerintetek egy ilyet szét tudok verni? Egyetlen szét akarok verni egy ilyet? Ez például micsoda? Ó! Ó, oké. Van itt ajtó? Nincs. Pedig mennyire király lenne. Hopp, hogy elloptam a... még a pénztárgépet is? Azt hittem kilútoljuk, de nem lútoltuk az ott WC papír. Yes. Miért van a videójátékban olyan WC papír? Ott volt egy Do Not Remove felirat, ugye? Ja, szerintem ott volt egy Do Not Remove felirat. De lehet, hogy a matracra, szólt, és nem egy, hogy úgy értem, hogy a... hogy onnan ne vegyem el a matracot, és ne pedig általánosságban ne vegyem, mert hogy... Szóval, hogy a matracról a matricát ne vegyem el, és nem pedig arra szólt, hogy a matracot ne vegyem el. Okay. Nem azt mondom, hogy fura, de egy kicsit talán fura. Nem feltétlenül erre készültem. Do Not Enter. Állapom a Do Not Enter táblát is. Értitek, most ki mondja meg, hogy ne menjek sehova. Vagy ne menjek be oda, hát lol. Elveszem ezeket is. Nem tudom, hogy fontosak-e, egyáltalán ezek micsodák. Old fruit stand. Sajnos elég sok helyet foglalnak. Ó, ezt el lehet vinni. Nyilván el lehet vinni. Elviszük ezt is, elviszük a táblát is. A lámpák fontosnak tűnnek, meg fog tálni az inventorium, ugye? Jep, nyilvánvalóan nem stackelődik semmi, hála az égnek. Oh, csavar kulcs. Jó, megvagyunk. Hála az égnek, jót néztem. DJ Sirius in the house. Az. Az. DJ Sirius. Azon már ezerre veredhetjük is a nótát. Van itt egy kis folyó, tudunk úszni? Szerintem nem. Ó, de. Ó, de lehet, hogy igen. Hát, vagy legalábbis tudunk gyalogolni a vízben. Igen, a mozgás jobban segít a gyaloglásra a vízben, de alapvetően nem halunk meg, ha át akarunk jutni a víz egyik oldalra a másikra. Vagy legalábbis még nem harapott meg minket semmi. Covid helyzetre való tekintete, hát ha itt is valaki gyűjteni akarja a WC papírt, hát már hónapok óta nem gyűjti senki a WC papírt. Jaj, a világi történetek ezek, amikor ugye rájöttek az emberek, hogy nem lesz WC papír hiány, és megpróbálták visszavinni és visszaváltani a felvásárolt, nyilvánvalóan bontatlan, de felvásárolt WC papírjaikat. Nekem ez annyira ilyen szürreális, hogy őszinte legyek, hogy mennyire nem gondol bele valaki abba, hogy milyen helyzetbe hozza a másik felet. Mert hogy most itt nyilván arra gondolok, hogy
hogy elvitte a WC papírt, tehát amikor el lehetett volna adni a WC papírt, akkor nem volt itt WC papír. És aztán meg visszahozza, és akkor meg nyilván a bolt ott színyelne egy halom extrával. Ja Istenem, ezek annyira... Késmérő akarja visszavinni? Az a helyzet, hogy valószínűleg ez izé, tehát hogy valószínűleg nyilván a pénzügyi megfontolás vezetett, tehát gondolom bepánikolhatott, vagy nem tudom ilyesmi. Nem is érdekel igazából nagyon. Oh, hello! Ne, ez pazarlás, srác, pazarlás. Valahova ide jövünk. Oda jövünk, nagy villás kulcs. Oké, nem, ez egy benzinkút. Ez egy benzinkút, srácok. Oké, ettől függetlenül ez lesz a bázisunk. Remek, hozzuk a haverokat is. És akkor nyilván ez elfogyna egy időben, de gondolom ő szerette volna visszakapni a pénzét gyorsan. De hogy a bolt tekintetében ez a világ legnagyobb szívása. Na jó, mondja Réden. Hogy amikor ugye lenne igény, el tudná adni, akkor nincs ott, és aztán még vissza is kéne adni a pénzt. Ó, nem mondod. Oké, semmi baj. Most már jelzi egy ikon, úgyhogy viszonylag gyorsan el fogunk oda jutni. És hát nyilvánvalóan nem adták neki vissza a pénzt. Egyébként nem is tudom, hogy van-e bármilyen jogszabály, nem Magyarországon egyébként, ez nem is tudom, hogy ez Magyarország, szerintem ez nem Magyarországon volt. Nem is tudom, hogy van-e bármilyen jogszabály arra nézve, hogy most ilyen tételeket vissza kéne adni. Vagy vissza kéne venni. Nem, nincs. Persze, hogy nincs. Ha már itt vagy, nem nézem meg a tutoriát? Mert nem, már nem vagyok itt. Meg amúgy is a tutoriálok mindig nagyon unalmasak. Jó, nem mindig nagyon unalmasak, de túlnyomó többségében nagyon unalmasak. Amúgy is, ha meg el van rejtve egy tutoriál annyira, hogy teljesen kényelmesen elsétálsz mellette, anélkül, hogy tudsz a létezésre, akkor nem fontos ez a tutoriál. Meg aki ilyet csinált, az nem egy-két hónapra elegendőt vett. Ja, valószínűleg nem. Tehát az, aki pénz hiány vissza akarja adni a vásárolt WC papírját, ott azért legyünk őszinték, tehát ott azért valaki hozott rossz döntéseket menet közben. Mikor volt a... Oké, okay, király. Mikor volt a felvásárlási lesz, mert akkor vissza kiírták, hogy nem fogják visszavenni. Egyáltalán nem lep meg. Egyáltalán nem lep meg. Végtelen szívás. Tehát, hogy ez gyakorlatilag, ez ilyen... Fogyasztási cikkeket venni bérbe. Haló, nem kéne. Dobnod kukoricát? Haló? Dobott kukoricát, csak nem látszódnak a kukoricák. Ó, ezt nem lehet megenni? Ó. Oh. Wow, szomorú. Oké, okay, mindegy, itt átmegyünk. Oké, okay, abban a dobozban lehet, hogy lesz valami hasznos. Átmegyünk és meg lesz minden cuccunk. Jönnek is beszélgetés, mibe tartod a megtakarításodat? WC papír van. Igen, egyébként ezek... Na mindegy. Fura dolgok vannak néha az emberek fejében. Erre kellett rájönnöm. Ilyen szépen... Szépen megfogalmazva. Néha nem tudom, kifejezetten fura dolgok. Mi? Oh, hello. Kifejezetten fura dolgok zajlanak le emberek fejében. Hogy mit tűnik logikusnak, meg mi az, ami jár, meg... Micsoda, menjél már innen! Köszönöm. Kicsit bepánikoltam az imént, de egyébként köszönöm. WC papír maffia. Az helyzetem úgy, hogy ezzel viccelődünk, de a WC papír egyébként egy határozottan fontos dolog az életünkben. Mármint, hogy... Hát érted? Tehát azért az... Az mondjuk érdekel, hogy miért vannak sült, mizé, vagy nem sült, de hogy hal darabok mindenhol. Szóval, hogy azért ez egy határozottan fontos dolog az ember életében. Nem feltétlenül mondanám szigorúan megkerülhetetlennek, de hogy... tudunk víz alatt is úszni. Ha, ott vannak valamik, amik bugyognak. Nagyon jó, az biztos, hogy hasznos lesz. Nézzük meg, hogy oxigéne. Nem jó ötlet, ugye? Oké, okay. Szerintem nem oxigén. Biztos vagyok benne, hogy volt is olyan egyébként, igen. El tudom képzelni, hogy nem tudom, ilyen, tudjátok, ilyen izékbe tudom elképzelni, ilyen falukba, hogy
a gazdag helyi, az beslatyog a boltba, megveszi az összes WC papírt, és utána ilyen 800%-os áron árulja őket a saját kis teherautójából. Azért elsősorban azért ilyen kis faluk jutnak eszembe, mert ott nincsen 6,5 millió másik bolt. Ahova egyszerűen ki lehet menni. Szia Izárgút, DC-n küldtem az üzenetet, azt olvasd fel, kérlek, ne csináljunk ilyet Izárgút. Tudom, hogy hosszú, tudom, hogy nagyon megírtad, de nem fogok kialtabolni. Ráadásul a Discord, ez konkrétan a chat alatt van, az ablak alatt van. Nagyon-nagyon macerás átmenni Discordra. Nagyon-nagyon macerás átmenni Discordra. Abban az esetben, ha úgy streamerek, hogy van más Discordon rajtam kívül, az... akkor teljesen máshogy áll, teljesen, de egy picit máshogy áll, és akkor is csak annyit látok alul, hogy én le vagyok-e mútolva, vagy sem. Macerás kikattintani, átrakni, tényleg, ne haragudj, én azt hiszem, ezt már beszéltük is, tök jó lenne, ha ezt nem csinálnánk, és én ehhez tartom is magamat, ne haragudj, és nagyon szépen köszönöm a donation. És egyébként ennek ellenére tolok egy promót, mert remélhetőleg hát, ha azt szerette volna Izárgud. Srácok, ha most jártok itt először, akkor... hát, you know. Érdemes nyomni egy follow-t a csatornára, és akkor nem maradtok le arról, hogy mit streamerek. Ugye alapvetően variety streaminget tolok, nyilván ettől függetlenül mindig van egy-egy kattanás. Amire így rákattanok egy kicsit jobban, és akkor az egy kicsit gyakrabban van. Requires power. I got the power, mert jelenleg nem, de majd, hogyha lesz. Oké, ezek itt, ezek ilyen dolgoknak tűnnek. Oké, az ott egy, ó, ez egy tervrajza, az a robothoz. Nagyon jó. Nosferusnak nagyon szépen köszönöm a csírt. Szia Viktor, mennyire ajánlanád ezt a játékot másoknak? Jelenleg még semennyire. Gondolkodtam azon, hogy beruháznék rá, és szeretem a bázisépítős lootolós játékokat, de nem akarnék belekezdeni most egy végtelen grindolós játékba. Neked mennyi időd van benne, mi a véleményed? Most kezdtem el, abszolút most kezdtem el. Ne haragudj, Izárgud. Szóval most kezdtem el abszolút. Nem igazán tudok róla semmit, hogy... Hogy ez a része micsoda. Az építős részét abszolút tudom, de a survival játékként szeretnéd játszani, azt így nem tudom 100%-osan azt mondani, hogy wow, nagyon tudom ajánlani. Mert hogy mondom, a survival részét ezt nem ismerem eléggé. Tényleg egy kalapáccsal lehet csak kezelni az ajtót? Végül is igazából, az is egy... Oh, hello. Szemmel láthatóan ők nem tudják kezelni az ajtót. Mert nincs egy kalapácsuk egyébként. Ezt csendesen hozzátenem, hogy nyilvánvalóan azért nem tudják kezelni az ajtót, mert nincsen kalapácsuk. Oké, és akkor most meg kéne oldanunk mi hamarabb azt, hogy igyunk. Ez micsoda? Sunshake vending machine. Oké, de vajon van-e benne? Ez micsoda? Stacked crates. Oké, cool. Ezek magok, azok magok. Jó. Semmi az ég egyet a világon nem fog minket megmenteni attól, hogy szomjan halljunk. Vagy legalábbis nekem így tűnik jelenleg. Ebben nyilván nem folyik a víz. Hi! Szerintetek van? Ha leesnek, az nem... azért haldoklom, mert mindjárt szomjan halunk. Nem azért haldoklom, mert mindjárt szomjan halunk. Remek. Viszont már itt spawnolunk. Nagyon jó. That's the spirit. Helyes. Na gyere ide. Úgy. Én is így gondoltam. Oké, meghaltunk már egy párszor egyébként. Itt is minden ajtót berúgok? Nem, mert nem tudom berúgni őket. Oké, azt, hogy honnan lesz folyadékunk, az egy nehéz kérdés. Vannak dolgaink, az biztos. Valahogy biztos, hogy lehet craftolni. Annak biztos, hogy van egy gyors gombja.
Ez az épület egész jól néz ki. Oké, azt tudjuk, hogy itt lesz a bázisunk, itt fogunk lakni. Akárki akármit mond, itt fogunk rakni. Az egy lézer krumpli hámozó? Pont úgy néz ki, nem? Zsákban még maradtak cuccok, le kell tekerni. Oh. Szerintetek a régebbi zsákban is? Oh. Ah, éreztem én, hogy az inventoring túl jól áll. Mert éreztem, tehát, hogy éreztem én, hogy mintha nem telne meg fele az inventoring. Jó, nagyon jó, hát ez nem fér el. De semmi baj. Oké, próbáljunk meg craftolni. Ó, ez nem craftolás, de ez is elég menő. Ah, nincsen cipő az egyik lábamon. That's a shame. Oké, hogyan tudok visszamenni? Most akkor krumplihámozó vagy az oké? És hát amelyik éppen. Most épp krumplihámozót kérdeztek. Oké, azt tudom, hogy tudunk ezzel építeni. De hogy mi nem azzal akarunk most építeni. Ez gyakorlatilag csak az inventorim. Oké, nézzük, mi van itt lent. Az L rejelez valamit. L. Nem történik semmi. H. Az altal tudok zoomolni. Tudok ugrani, tudok futni, ez mind teljesen érthető természetesen. Tudok építeni járműveket, ez nagyon jó ötlet, csak nem ment meg attól nyilvánvalóan, hogy szomjan halljak. De ettől függetlenül egyébként egy remek ötlet. Tudok építeni máshogy is járműveket, tehát hogy abszolút máshogy is tudok építeni járműveket. Meg tudok nekik meghajtást adni, which is nice. Hát a függetlenül kérdés lenne, hogy hogyan nem fogok szomjan halni, de úgy tűnik a játékot is sokkal kevésbé foglalkoztatja, mint engem. Ó, ahhoz nincs áramom. Oké, nézzük meg. Oké, tehát akkor craftolni a géppel tudunk. Ehhez nincsen áramom. Hogyan lehetne ehhez? Ó, ez itt egy generátornak tűnik. Master Battery-re van szüksége. Oké, ez lehet, hogy mégsem generátor. A requires power. Ez teljesen érthető. Oké, akkor ennek is áram kell, meg annak is áram kell, és áramunk onnan lesz. Master Battery az űrhajóban van. Oh, no. Oh, no. Ez egy remek hír. Ja, Istenem. Okay. Vissza kell mennünk az űrhajó. Oké, mindegy. Nem megyünk feltétlenül vissza az űrhajóhoz, hát ha van közelebb is Master Battery. Nem tudom, hogy a Master Battery az nekünk a legjobb, de ott van például egy ház, értitek? Tehát, hogy annak vannak így lábai, meg ilyenek, hát ha van benne egy Master Battery. Fönti szobában. Nem, a fönti szobában! Ó, az a kettes. Tényleg a fönti szobában volt valami, igazatok van. Én még a továbbiakban is fenntartom egyébként, hogy abban az esetben, ha valaki tesz egy tutoriált a játékba, akkor ne tegye már ennyire megkerülhető. Inventory full. Hát igen, az bizony full. Oké, ezekre nincs szükségem. Ezek most így egyenlőre jók ott. Ezt visszük magunkkal. Elméletileg van most már Master Butterink. Az a nem mindegy. Requires Master Battery. Igen, de nekünk olyanunk van. Nagyon meglepő, én magam is meg vagyok rajta lepődve, de tessék. Oké, ez elkezdett, ez is áram alá került? Minden áram alá került. Oké, ez egy craftbot, ami tud ilyen dolgokat csinálni. Oké, ez tök jó, ez mi? Scrap driver seat. Scrap seat. Wow. Oké, ettől függetlenül még mindig nem fogunk nem szomjan halni. Oké, te mit tudsz csinálni? Cookbot. Nagyon jó. Craftbot! Olyat nem tudunk.
Refine bot. Sok mindent nem tudunk egyébként. Az micsoda vajon, kő? Resource collector. Perfect for collecting and stacking logs. When full, place it next to a refiner bot to turn logs into block. Ez nagyon állat. Erre lenne szükségünk. Oké, de valahogy csak lesz addig is folyadékunk, ameddig ezt el nem tudjuk. Cooks delicious food that will fill up your health bar or revive fallen friends. Nagyon cool. Oké. Craftbot. The craftbot will help you craft everything from new blocks to useful interactive parts. Oké, okay, ez lenne a prioritás szerintem. Szerintem, srácok, az lenne a prioritás, hogy egy olyat csináljunk. Azt kéne megtudnom, hogy miben más a craftbot, mint ez. Mert lehet, hogy semmiben. Lehetséges, hogy semmiben. Mert hogyha ugyanezt tudja a craftbot is. De nem az máshogy néz ki. Nem ez maga a craftbot? Nem, mert... Lehet, hogy itt áll benne a craftbot? Mert arra gondolsz, hogy van valami kerete, és amúgy benne áll a craftbot? Oké, de egyébként függetlenül szomjan halunk meg éhen, szóval... You know. Oké, mit tudunk egyáltalán enni? Wow! Ez valami olyan, ami segíthet. Yes! Ez valami olyan, ami segíthet. És ez azért jó, mert ebből van egy automatánk. Valahol. Most épp nem tudom hol, de hogy valahol van egy automatánk. Craftbot az jóval többet tud. Oké, okay, cool. Cool, cool, cool. Egy kicsit szomorú vagyok. Volt nálunk egy ilyen cú... nem, itt kell lejjebb tekerni. Jó, rossz helyen tekertem lejjebb. Oké, okay, inventory. És ezt rakjuk... Rakjuk valahova le, hát ha van benne kaja. Lehet, hogy nem így működik, lehet, hogy nincs benne kaja. De hogy egy próbát megér. Tegyük ide az áram mellé. Nincs. Az ég egyet a világon nincs ebben semmi. Oké, okay, ez egy buta gondolat volt, de ettől függetlenül akár működhetett is volna. Jó, szóval, craftbot. Mi kell a craftbothoz? Még kell 20 ilyen, meg kell még 4 olyan, ami azt jelenti, hogy még egy ideig harcolnunk kell. Azt hiszem, az pont nem az a fajta robot, amit keresünk. Megoldásnak megoldás, de ez nem... nem pont az a fajta. Köszi szépen, Tommy! Kicsit sajnos ezek a játékok ugye nyilvánvalóan nem tudom, valahogy így az embereknek nem megy annyira ez a koncepció, hogy éppen felfedezzük. Nyilván egy csomó mindenre nehéz rájönni, vagy több idő rájönni. Abban az esetben, ha nem írja mellé valaki. Oké, okay, menjünk aludni. Hát lehet aludni az éjszakán. Menjünk aludni, és utána... Utána próbáljunk megszerezni egyszerűen nyersanyagokat, mert szerintem most nem kell nekünk feltétlenül mást csinálnunk. Miért van az az érzésem, hogy az alvás nem így működik? Nem, azt hiszem az alvás nem így működik, ez csak spawn location. Mindegy, végülis az is jó. Oké, okay, narancsárga robotokat kell találnunk. Nem vagyok benne szeszezékig biztos, hogy pont este. Azt hiszem a kicsikből. Szia, Bíz! Mi a helyzet? Hogy vagy? Pörög újra a meló? Azt hiszem a múltkori streamben mesélted. Holy guacamole, úgy rácsattantam az ére a Tarkovra. Hogy nagyon. Nem tudom, hogy ezt te próbáltad-e már, megvan-e bármi ilyesmi. Amúgy neved meg csak miattam, hogyha véletlenül, de hogy úgy rákaptam arra a játékra, te jó ég. Nagyon durva. Stop soros 2009.
Halló? Robotok? Igazából nem dobnak olyan gyakran olyan cu... Oh, hello, pont ilyen kell. Van több, van több. Ott mintha láttam volna mozgást, de lehet, hogy csak a szél fújta az ágakat. Oké, okay, mehetünk. Erre biztos, hogy van valami jobb technika, mint a frontálisan nekimenés és szétverés, de hogy... Oh yes! Oké, okay, ebből lesznek a narancsárga kockáink. Azt nem tudom, hogy egy robot karjából hány darab narancsárga kocka lesz, de majd most megnézzük. Oh, 10! Ez tök állat. Hát ez tök jó. Huh. Szedtünk virágot. Oké, okay, ezt majd később. Ott láttam valami mozgást, ez szerintem a Tarkov hatása. Én is ezen gondolkoztam el egyébként azonnal. Hogy így gyakorlatilag az, hogy az ember ráfordul lendületből egy mozgó ágra. Örüljön neki, hogy nem kapott azonnal egy sorozatot. Russian speaking bokrok? Nem, ezek nem beszélnek oroszul. Ezek aranyos, visszafogott bokrok. Akinek esetleg nem lenne meg egyáltalán, miről beszélünk, ez egy Tarkovos vicc. Egyszerűen nagyon szóval most már nem félek annyira a Skevektől, de az elején nagyon féltem a Skevektől, amik ilyen NPC karakterek, vagy szóval lehetnek NPC karakterek is. És egyszer csak felüvöltött egy mellettem egy bokorban, de ilyen nagyon-nagyon közel. És ők azt csinálják egyébként, hogy felüvöltenek és aztán lőnek. Ami egy nagyon buta gondolat, mert így el lehet szaladni, de ugye az elején nem sokat segít attól még. Ott van, hellóka! Abból a vacakból 10 darabra van szükségünk. És közben egyébként tök nagyot sebeznek. Oh-oh. Sikerült kidodzsolnom saját magamat. Az a nem mindegy sorozatunk következő epizódjából, sikerült magamat dzsúkolnom. 0 FPS stream. Micsoda? Baj van a frémekkel? Szia Vion! Nem tetszik a Tarkov kívülről, de még nem próbáltam. Túl lassú. Nagyon lassú. A Tarkov az nagyon lassú. A Tarkov az nagyon-nagyon lassú, úgyhogy jajjajjaj. Kivétel a felső, legfelső 1%-nak, akik úgy játszák, mint a kodot, de ők is csak a kisebb pályákon. Vagy egy kisebb pályán. Szóval, ja, abban teljesen igazad van, hogy a Tarkov az aztán elég lassú. Oké, van egy halom kukoricánk. A világ összes kukoricája. Jó, még egy adag, nem, 90 kell pont. Oké, akkor most már csak... Azaz ez a cucc kell, ami pont alattam van. Szóval, abból a cuccból van szükségünk jó párra. Ezt tegyük ide előre, hogy jobban lehessen látni. Lehet, hogy azokat gyakrabban kapjuk ilyen lebegő dobozokból. De nem tudom, hogy azok a lebegő dobozok azok milyen rendszerességgel spawnolnak. Vagy hogy egyáltalán hol. Mert mire férne rá? Erre a játékra férne rá egy tutoriál? Az a helyzet, hogy az ilyen jellegű játékok nem feltétlenül szoknak nagyon gyakran tutoriálokkal operálni. Elsősorban ugye nyilván azért, mert... mert ugye a felfedezés maga egy nagyon fontos rész. És ugye nyilván az ilyen jellegű játékok esetében nagyon nehéz összelőni azt, hogy mi az, ami kerüljön be a tutoriálba, mi az, ami ne kerüljön be a tutoriálba, mi az, amit, mit tudom én, például most a Minecraft esetében gondolkozunk, hogy a Minecraftban, oké, okay, kéne egy tutoriál mondjuk, valami alapvető. És akkor mondjuk kerüljön bele az, hogy hogyan lehet... Au. Oh. Szóval nyilvánvalóan kerüljön bele egy, mit tudom én, egy tök alapszintű dolog, hogy hogyan lehet mondjuk ásót craftolni. De ugye nyilván van a játék igaz, de hogy ugye nyilván nem fog bekerülni mondjuk az, hogy hogyan lehet izét csinálni. Valamilyen farmot, vagy ilyesmit.
Van-e bármit meg tudunk enni? Ó, retek. Szerintetek ezt meg tudjuk enni? Meg. Igazából azt szeretném, hogy nőjön a HP-nk valamit, mert nem vagyunk nagyon jól. Illetve sajnos a továbbiakban sincsen olyan cuccunk. Én nekem most ez így első... Ó, nem már. Eltűnt a... Szóval, nekem első ránézést egy kicsit nehezen tűnik megszerezhetőnek a kezdő nyersanyag mennyiség. Hogy őszinte legyek. Aztán lehet, hogy csak nagyon rosszul csinálok valamit, ami ugye nyilván opció. De hogy most így, hogy csak ugye egy nem feltétlenül mesteri szinten hozzáértő játékosként leülök játszani, nekem most az az érzés, hogy egy kicsit nehezebb, nehéz megszerezni azt a kezdő nyersanyag mennyiséget, hogy elinduljon a buli. Őtől függetlenül mondom, lehet tévedés. És lehet, hogy jobban kéne koncentrálnom ezekre a dobozokra, és kevésbé koncentrálnom a kétszerekre. Oké, ezt a harcot most nem vállaljuk. Pedig arra a dobozra szükségünk lenne. Oké, Juke City! Visszaszaladunk, azt felszedjük, azt elszaladunk. Nem jó. Oké, nem fér rá. Oké, az épületek körül vannak ilyen cuccok. Ez valószínűleg hasznos lesz majd nekünk. Kérdés, hogy tudunk-e csinálni ládát? Nem, még egyelőre nem tudunk csinálni ládát. De például le kéne tudni dolgokat rakni. Mondjuk van egy halomtáskánk mindenfelé. Lehet, hogy igazából csak egy halomtáskát kéne. Nem győzött a Tarkov? Így is mondhatjuk, de elsősorban kifejezetten veszített. De amúgy egyáltalán nem rossz százalékkal. Oké, ezt a táskát, ezt mostantól arra fogom használni, dolgokat tároljak. Micsoda?! Ó, ezek ilyen kitartó srácok, értem. Logikus végül is, én is kitartó lennék. Hiá! Hol vagy? Ott vagy. Igen, yeah. Szóval logikus, én is kitartó lennék, bár azt hittem egyébként, hogy lehagytam már őket. Hála az égnek, viszonylag közel voltunk. Nyugodtan lepakolhatsz dolgokat a földre, akár a hangárban is. Ó, csak simán le lehet őket dobni a földre. Ebben az esetben akkor ez itt marad. És akkor készen is vagyunk. Viszonylag kevés játék tartja meg a cuccokat egyébként, ha csak ledobálod őket a földre. Úgy, annyira jó hír egyébként, hogy a hajóbontós játék jön kedden. Én azt hittem, hogy annak még ilyen tök messze van a megjelenési dátuma. Oké, ez azért kell, hogy lássam, hogy mennyi van belőle. Ez azért kell, hogy lássam, hogy mennyi van belőle. Ez nem kell. Mit tud az a játék amúgy? Hát, az eddigi dolgok alapján annyit lehet tudni róla, hogy... vállalkozó szellemű emberke vagy, aki elmegy dolgozni egy ilyen hajóbontó üzembe gyakorlatilag, és egy adott tartozással kezdesz, és akkor a hajóból kinyert nyersanyagokból tudod ugye ezt visszadolgozni, és mindegy, és akkor amikor meghalsz, akkor ez hozzáadódik a tartozás. Tehát, hogy nagyjából egy... Úgy kell elképzelni, hogy bontani kell játék, bontani kell űrhajókat. És akkor vannak elméletek az űrhajóknak tervrajzai, hol vannak olyan részek, amik az arcodra robbannak, hol vannak olyan részek, amik nem robbannak az arcodra, hogy tudod úgy szétszedni, hogy az oké legyen, hogy tudod úgy szétszedni, hogy az izét. Tehát, hogy így... Gyakorlatilag ennyi, és ugye a nagy technológiailag az az érdekes egyébként ebben a játékban, hogy ugye egy akárhogy bontható rendszert akartak összehozni. Tehát, hogy ugye nem adott vonalak mellett, meg adott pontokon lehet bontani, hanem konkrétan van egy lézervágó. És ugye a lézervágó miatt nem feltétlenül tudták a játékfejlesztői azt kategorikusan azt bekötni, hogy hogyan kell neked majd ezt lebontanod. Te ezt nem hallom, kerültél. Hanem...
hanem viszonylag hagyniuk kellett egy ilyen szabad mozgásteret abban, hogy te hogyan kezded el. És ezt megcsináltak. És akkor vannak is különleges eszközei. Szóval elég izgalmasan hangzik, és közben egyébként végtelen unalmasan is. Mert biztos vagyok benne, hogy sokaknak. Számomra nem. Ez nem egy kicsit nagy ez a chest? Ahhoz képest, hogy mennyire kevés dolgot tud tárolni? Szóval, hogy el tudom képzelni, hogy sokaknak ez ilyen végtanulmasnak tűnik, de hogy én nekem ez ilyen nagyon izgalmas koncepciónak. Aztán simán lehet, hogyha ugyanazt a hajót kapod újra és újra és újra és újra, és már pontosan tudod, hogy hogy kell lebontani, akkor lehetséges, hogy már kevésbé lesz ez kihívás. Mi a hajó szétszedősnek a címe? Valaki beírja srácok hajó? Shipbreaker, de van előtte valami. Vagy utána. Valahol van még benne valami. Noted. Hardspace, a Shipbreaker. Szia Timi! Elég izgalmasan néz ki. És mondom, igazából inkább csak az a most így a meglepődöttségem tárgya, hogy én azt hittem, hogy ez sokkal később fog megjelenni. És itt csak tökre örülök neki, hogy nem. Ennyi, igazából tökre nem izé. Kéne ide egy kill count, hát a táskáim számolják azt, hogy hányszor haltam meg. Meghaltam egy párszor már. De az a helyzet, hogy többet öltem. Építve pakold le a dolgokat, ne csak kibond. Kidobd. Ó, cool. Ó, remélem akkor nem tűnik el a táska. Amiben van az összes cuccunk. Zaj, jó, mint mutatnak, a fele rád robban. Hát teljesen biztos vagyok benne egyébként, hogyha rosszul bontod le a hajót, akkor az rád robban. Nekem ez lenne a logikus. Tehát, hogy valószínűleg megfelelő információk nélkül, megfelelő tudás nélkül lebontani egy űrhajót, az a valóságban sem egy szuper jó gondolat. Vagy hát nem úgy értem, hogy szuper jó, hanem hogy értitek, tehát hogy veszélyes. Ez veszélyes. Oké, le tudom rakni a WC papírokat? Járművet építesz? Hát az a helyzet, hogy nem terveztem. Én azt hittem, hogy hamarabb meg tudjuk oldani azt, hogy ígyunk. Mármint, hogy ígyunk. Mert hogy előbb-utóbb nyilván terveztem járművet építeni, csak így a prioritásokat tekintve nekem egy kicsit talán előrébb lévőnek tűnik az, hogy... De közben meg, ha nagyon sokat kell felfedezni, akkor simán lehet, hogy ennek a játéknak a dinamikája pont fordított. És ugye pont... Oké, be tudunk pakolni. Nem. Hát elméletileg egy bázist akarunk építeni. Tehát, hogy ugyanúgy van értelme, mint az összes többi survival játéknak. Tehát, hogy értitek. Vagy én legalábbis úgy gondolom. Most még kell 4 ilyen cucc, ahhoz, amit most konkrétan csinálunk. Az egy másik kérdés, hogy azt csináljuk-e, amit kell. Ugye nyilvánvalóan a fel se tudja, mert valószínűleg köztetek valaki, igen, ez nem egy kérdés van. Lehet járművet építeni? Hát a Scrap Mechanicban elsősorban járműveket lehet építeni. Tehát ugye a Scrap Mechanic egy olyan játék, amiben ami ugye ilyen jármű építésre volt eddig optimalizálva. És hogy gyakorlatilag lehetett bázist építeni, persze. Meg lehetett kaput építeni, meg ajtót építeni, ilyenek, de hogy elsősorban bázis építésre volt ugye optimalizálva. Mert járműépítésre, bocsánat, wow. Szóval, bocsánat, gondolkoztam. Járműépítésre volt optimalizálva. Milyen kis boldogáljam. Mi hálából meg tragikusan szétverjük az arcát. A narancssárgából nem esett ki valami véletlenül? Mindegy. Szóval, hogy inkább a bázisépítés számomra az új mechanika ebben. Meg egyáltalán a nyersanyag gyűjtögetés, mert ugye eddig ez ilyen kreatívban történt elsősorban. Oké, fogadjunk, hogy... ahhoz a házhoz megyünk. Oké, annál a háznál, hát ha lesznek még dobozok, az jó van. Lehet olyan járművet építeni, hogy mozgó bázis? Őszintén szóval ezt egyetlen egy dolog miatt nem vagyok benne 100%-ig biztos. Egyébként a játék maga
az alkalmas lenne ilyesmire. De hogy egy dolog miatt nem vagyok benne biztos, hogy lehet, mert nem tudom, hogy működik a mezőgazdaság. Ha lehet, ha tudsz a járműre csinálni valamit, amiben tudsz növeszteni növényeket, akkor igen, akkor el tudom képzelni, hogy lehessen ilyet csinálni. Ha ellenben nem tudsz... Zárható volt. Reménykedtem benne, hogy hát ha nem öl meg azonnal, de megölt nyilván azonnal. Szóval reménykedtem benne, hogy nem vagyok egy hit neki. Szóval, hogy tudsz vinni, akkor az lehet ilyen tekintetben szerintem megvalósítható. Egyébként nem. Mert ugye nyilván folyamatosan kell vinni a növényeidet. Nekem jó a Múriám? Nem tudom, nem mindenre. Tehát, hogy például a név és arc a Múriám nem annyira jó. Feladatokat elég gyakran elvesztek, de hogyha például így olvasok valamiről valamit, akkor azt viszont nagyon könnyen megjegyzem. Nem lehet, csak a földre lehet. Ja, na ez például, igen, tehát akkor ha nem lehet növényeket termeszteni, akkor szerintem nem lehet teljesen mozgóbázisod. Tehát, hogy akkor így is vissza kell térned. Szia, Vivi! Mondjuk ez elég menő lenne. Még nem tudom pontosan, mi lenne az előnye egy mozgóbázisnak. Ha lenne, akkor nyilván tök jó lenne. Tehát ha mondjuk dolgok között... El tudok képzelni olyan játékot, ahol úgy lehet kialakítani a paramétereket, hogy kedvezzen a mozgóbázisoknak. Egy lehelletnyi talán frusztráló a kezdés. Egy lehelletnyit, de nyilván azért, mert rosszul csinálom, csak akkor, ha meg mindenféleképpen szükséges egy játék elkezdéséhez egy tutoriál, akkor ne rejtsék el a retekbe, hanem tegyék ki szépen egyértelműen, és ne lehessen megkerülni. Tíz olyan doboz kell, és most az előbb ott leesett kettő, vagy egy. Nálam volt egy pár. Szóval, ja, na, én azon a véleményem vagyok egyébként, hogyha mindenféleképpen szükséges ahhoz a kezdéshez a tutoriál, hogy ne legyen frusztráló a játék, akkor ne legyen megkerülhető. Tehát, hogy akkor nemes egyszerűséggel ne legyen megkerülhető. Mert hogy én most nem is, ráadásul nem is direkt, tehát nem az van, hogy jött a tutoriál, és azt mondtam neki, hogy nem töltöm ki, ha ti nem írtok cseten, hogy van tutoriál egyébként a játékban, akkor nem találkozom bele, mert hogy nyilvánvalóan nem volt nagyon egyértelmű, hogy van. És így viszont az egy kicsit, nem tudom, ilyen megkötöttnek érzem a kezdést, vagy ilyen nehézkesnek. Még nagyon beta a survival. Hogy ez még ugyanúgy újra elkezdte a beta fázist. Stunning. Mert nyilván persze érthető. Érthető, hogyha hirtelen elindulnak egy másik irányba, akkor azt tesztelniük kell. Oké, 7 darabunk van egyébként. Egyébként most őszintén, tehát nem ilyen játék előítéletnek vagy ilyenek, de hogy azért az, hogy azért ez nem lett annyira felkapva, azért ez valószínűleg jelez valamit. Mert mint értitek, tehát hogy én nem érzem azt, hogy ez ilyen nagyon elindult volna, és ilyen nagyon izé. Azt tudom, hogy egy csomó egy kipróbálták. Nem dobtál véletlenül olyat, ami tudod, ami nekem kéne? Robot cuccokat miért kell bántani? Hát, mert dobnak olyat, amire szükségünk van.
elsősorban. Mondjuk ők most pont nem dobnak olyat, amire szükségünk van. De amúgy általánosságban tudnak olyat dobni, amire szükségünk van. Oh, yes! Ez már 8. Most már csak 2 ilyen cuccra van szükségünk. Az tök jó. És utána szerintem meg is tudjuk csinálni. Mennyi életünk van? Ah, nincs annyi, hogy nagyon harcoljunk vele. Mondta Viktor majd, neki ment! Oh, wow, tőle nem tanulsz? Nem jó. Nem akartál dobni véletlenül egy ilyen dolgot? Nem, jó, mindegy. Teljesen jól állsz. Oh, ez baj. Azt, hogyha én teljesen jól állok, akkor az azt jelenti, hogy az játék így van kitalálva. Oké, ez micsoda? Hát, az égnek jól stackelhető akármi is. Ez, erről vajon meg tudjuk, hogy ez micsoda? Meg lehet inni? Nem? Ezt nem lehet meginni. Oké, hát még nincs annyi, hogy még egy robottal megküzdjünk. Az egy remek hír! De 10 cucc kell ehhez. Azt tudom, hogy később kell majd több, de hogy ahhoz, amit most akarunk csinálni, ahhoz 10 olyan kell, abban biztos vagyok. Haragtartóak a fiúk, az a legjobb bennük egyébként. Tehát, hogy így őket így nem klippeled le magadról. Egyébként látványvilágra nekem tökre tetszik ez a játék. Mert úgy értem, hogy tökre tetszik az, hogy... Uh-oh. Ah, good. Jaj, lehet, hogy használnom kéne fejhallgatómat, ezt azt hiszem hallhattam volna. Ja, vissza tudom szerezni a cuccomat, szóval abból nem veszítek, amit már összeszedtem. Itt van a táska, kipakolom a táskát, nyilván előtte agyonverem mellette a robotot. Merre került-e vajon meg? Vagy leugrott szerintetek utánam? Hello? Hála az égnek, elég nagyot somnak. Ahhoz képest egy darab kalapácsunk van csak. Meg van nagyon sok kukoricánk. Úgyhogy ezzel majd kell valamit csinálni. A világ összes kukoricájára a rendelkezésünkre. Oké. Okay. Nyolc darab, 10-re van szükségünk, sokkal jobban venném, ha nappal lenne, de nem akarhatunk mindent. Szerintem még egy épületet, ha megtalálnánk. Én nem vagyok benne biztos, hogy be kéne sétálnunk. Szóval, ha még egy épületet megtalálnánk, akkor az szerintem már elég lesz. És valóban. Ó! Oh! Majd visszajövök! Valaki be volt ott zárva a ketrecbe. Fura játékmalikái vannak ennek a játéknak. Szerintem Cosplay Hun ezt, mintha te másodszorra írnád le, és mintha kaptál volna már érte Teót. Nem érthető az üzenet? Vagy Mizu? Nem igazán. Mihez kell a 10 adag? Egy crafting bothoz. Az, hogy utána ő tud-e bármit csinálni nekünk? Ah, szerintetek kerget még mindig? Nyilván. Az van, hogy ezek elől egyszerűen nem éri meg elfutni. Mert úgysem tudsz. Tehát, hogy így úgysem tudsz elfutni. Szóval, megépítünk egy robotot, az utána tud craftolni elméletileg dolgokat. Amihez gondolom kellnek majd nyersanyagok, de most ez egy másik kérdés. Remélhetőleg azt majd, nem tudom, azt majd megoldjuk valahogy.
kell 100, vagy 90, 90 olyan valami, meg 10 olyan valami, és aztán kell még valami, de arra nem emlékszem. Ó, de hála az ének van. Oké, okay, lehet, hogy ez egy fura kérdés, de hol adja ki a robotot? Ó! Oh! Ez sokkal nagyobb, mint gondoltam, hogy lesz. Egy géppuskát. Igen, egy fegyver nagyon jól jönne. Egy fegyver nagyon-nagyon jól jönne. Hát először is, hello. Ó, hogy ez ilyen mindenféle dolgokat tud craftolni. Oké. Tools. Ó, ez ilyen mindenféle block, part. All. Oké, a kérdés az a továbbiakban is az, hogy... Honnan lesz kajám? Oké, ez micsoda? Water container. Connected to a vacuum pump that is underwater to fill the water container with water. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Akkor vödör. Csinálj egy vödröt. Megnézzük, hogy mit tudunk csinálni egy vödörrel. Szerintetek, hogy mostantól mindig itt lesz, vagy arrébb tudjuk mi? Furán készül az a vödör. Olyan mi... Micsoda? Furán készül az a vödör. Vannak lőfegyverek a játékban, nem úgy puska, hogy így izé, tehát nyilván annak is ilyen kis vicces, kis izé feelinges dolga van. Oké, és hol a vödröm? Ó, oh, collect. Oké, van egy vödrünk. Menjünk el ezzel a tóhoz. Nem fogunk only szabozni se. Az van egyébként, hogy tényleg tök jó lenne, tehát azért is lenne tök jó, csak simán betartanák az emberek. Mert így egy csomó a streamből azzal megy el, hogy azzal foglalkozunk, értek? Tehát, hogy nem szeretném eldobni. Miért akarnám eldobni? Meg akarom inni. Nem? Nem lehet meginni? Szóval értitek, egy csomó ezzel megy el, és tökre nem ezzel kéne egyébként elmennie. Mert hogy amúgy így lenne... Esetleg megtisztítani nem kell? Hát, ezek szerint de. Egész vödörvizet? Nyilván nem akarom az egész vödörvizet meginni, egy részét akarom meginni. Ami elegendő ahhoz, hogy ne halljunk meg. Miért akarnám az egész vödröt? Oké, okay, éhezünk. Oké, okay, semmi baj. Valamit biztos meg lehet enni, ami nálunk van. Ezt meg lehet enni? Meg. Egyed. Gyorsabban egyed. Nagyon jó. El kell kezdenünk egyébként növényeket... El kell kezdenünk egyébként növényeket ültetni. El kell kezdenünk növényeket ültetni. Táskáink már vannak mindenhol. Az viszonylag egyértelműen vannak mindenhol táskáink. Oké, okay, tudsz te csinálni bármit, ami miatt tudunk növényeket ültetni? Mi lehet ez? Tool? Nem. Block? Nem. Part? Pot? Oké, okay, nem. Nem, ez nem üres. Interaktív. Azért itt elég jó dolgokat lehet csinálni, ha túljutunk ezen az elején, szerintem. Gas container, battery container, large explosive canister. Ez, szerintem itt azért elég király dolgokat lehet majd csinálni, ha túljutunk így az elején. Fridge. Oké, okay, ez elég menő, de abban nem lehet növényeket tartani. A controller. Abszolút király, abszolút király. Timer, oké, ez mind nagyon izgalmas. De mibe tudunk tenni növényeket? Big pot. Szerintetek ez izével? Vinetunak nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot, 24 hónapja egy húzamban, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Small pipe, lehet, hogy tényleg lehet automatikusan locsolni őket.
Igen, ezt elméletileg lehet fejleszteni, ezt a robotot. Igen, azt nem tudom, hogy hogy tudjuk arrébb vinni, hogy ne álljon már itt. Ó, tudjuk, tudom, hogy lehet arrébb vinni. Mostantól, ha megtennéd, akkor álljál már, nem tudom, itt. Oké, nagyon jó, ez egy sokkal jobb hely. Oké, mi van a főzős robottal? Mi kell a főzős robothoz? Mert ugye van egy főzős robotunk. Piszok drága. Oké, nem nincs főzős robotunk. Vagy legalábbis nem lesz most egyelőre. Jaj, pillanatot, felkapja a vállára és már viszi is. Oké, szóval, ez mi? Concrete block. Ó, magán az ész. Jó, de hova tudom tenni a növényeimet? Mert lehet, hogy csak simán le tudom tenni a földre a növényeimet. Mit tudom én, mondjuk... Nem tudom, hol lenne ideális a terület hozzá. Well, nope. Oké, fontos kérdés, hogyan lehet felerőltetni egy növényt? Túl. Igen, akkor megnézzük, hogy van-e kapánk, vagy van-e bármi ilyesmi. Vannak eszközök, én szerintem járműépítő eszközeink vannak, meg hát ugye nyilván, szóval tools. Ez mi? Ez, ja, ezzel lehet a különböző vezérléseket összekötni. Ezzel lehet festeni? Nem, ez nem az. Az űrhajón lehet tutoriál. Hogy az Istenbe tud egy játék összerakni egy olyan tutoriált, ami mellett el lehet sétálni? Mármint, hogy frankon, csak simán el lehet sétálni. Tehát úgy, hogy konkrétan nem tudok arról, hogy van tutoriál, ha ti nem szóltok. Tehát ha én most egy teljesen nem olyan játék, most visszamegyünk egyébként az űrhajóhoz. De hogyha egy nem olyan játékos lennék, aki akkor honnan a rákból... Hogyha ki, miért ne próbáltam volna ki? Tudod, variety streaming már, mint hogy meglehetősen sokféle játékot ki szoktam próbálni. Korábban is magát a kérdést értem, mert nem azt nem értem, hogy mit kérdezel, nyilván azt tökre érthető, hogy mit kérdezel, hanem azt nem értem, hogy miért ne próbálnám ki? Visszamegyünk az űrhajóhoz. Megpróbáltam egy ideig elkerülni a dolgot, mert nyilván van az... Senkinek nincs kedve visszamenni. Ó, oh, nem lenne az csoda. Oh, van pudingod! Oh. Hát, hogy főzni kéne a pudingot. Az a baj a főzéssel, hogy az el kéne takarítani először az előző lábast. I have you covered. Latinak nagyon szépen köszönöm a szabot, hogy 4 hónap, nagyon-nagyon király. Ez is gyűlik lassan, így van, nagyon szépen köszönöm, nagyon király vagy. Visszamegyünk az űrhajóhoz. Valószínűleg egy csomó mindent megtanulunk egyébként, amit eddig próbáltunk megfejteni a videójátékból. Azon gondolkozom, hogy nem tudom, merre... Lehet, hogy az én hibám, hogy elsétáltam a tutoriál mellett? Mármint, hogy alapvetően elképzelhető, hogy az én hibám, hogy elsétáltam a tutoriál mellett. Már értitek, mire gondolok? Tehát, hogy alapvetően simán elképzelhető, hogy mindenki másnak tök egyértelmű volt, hogy ott van a tutoriál. Én meg így, jó, leestünk, menjünk. Az érzés, amikor úgy nézel streamet, hogy nem váltasz vissza wifi-re. Az mindig zseni. Mondjuk én nekem hála azért egy jó ideje korlátlan internetem van, de hogy ilyenek miatt. Mert este elaludtam, úgyhogy streamet néztem, rendszeresen úgyhogy streamet néztem, és... és maradtam közben izén. Nyilván van olyan játék, hogy hagyja, hogy felfedezd, csak hogy amúgy nem.
nem ilyen... Érted? Tehát nem ilyen szuper kézenfekvő, hogy hogy ültetsz növényeket. Tehát hogyha ha a játék olyan, hogy hagyja, akkor egyszerűen csak jobb klikkelsz, és csá. Vagy van egy kapád, és akkor azzal csá. Hozhatnám volna egy vödörvizet, ugye? Remek, csá! Ó, nem akarok visszaszaladni addig a... Ó, nem is kell visszaszaladni addig a vízig, nagyon jó. És jobb klikkel tudjuk felvenni azt a vödröt. Vagy ezt a vödröt. Felveszük ezt a vödröt is. Persze a több vödör az csak jobb vödör. Viszünk ebbe is vizet. Meg viszünk ebbe is vizet. És azt hiszem végre azon a vágányon vagyunk egyébként, ahol a videójáték szeretne minket tudni. És emellett az ajtó mellett sétáltam el valószínűleg. Kicsit megijedtem, hogy nem oltja el. Szerintem nem is űrhajó, de űrhajó. Na, ez most már végre szerintem egy olyan, nem tudom mióta tart a stream. Egy másfél órája. Végre egy olyan irányba tartunk, amerre tartanunk kell. Elektromos eszközöket vízzel oltani? Ó, igen, ez a videójáték, ez nem arra fog megtanítani, hogy hogyan kell jól tüzet oltani. Ide becsattognál vödör vízzel, valószínűleg nem lennél annyira jól. A végére. Egy óra 42 perc. Nem, abban van egy 10 perces visszaszámláló. Szóval azért mondtam a másfél órát, mert hogy ugye ennek az elején van egy 10 perces visszaszámláló. Oké, és most szomjan halunk, miközben vizet hordunk. Hallottatok ilyenről? Oké, semmi baj. Kukorica valószínűleg. Oda lehet adni a teheneknek. Voltunk már vízben, és szerintem nem megy attól se föl. Nem sikerült a megfelelő hangon indítanunk ezzel a játékkal a kapcsolatunkat egyébként. Engedjétek meg, hogy azt mondjam, hogy nem sikerült feltétlenül a megfelelő kapcsolatot teremtenünk a dologgal. Nem igazán vagyok benne 100%-ig biztos, hogy egy hullám hosszú pendülünk. Aki van egy halom kukoricám, hazafele keresünk tehát, vagy vissza az űrhajóhoz keresünk teheneket. Keresünk teheneket, megetetjük őket kukoricával, adnak tejet, minden rendben lesz. Igazi parti lesz ez. Hol van tehén? Valahol láttunk ezen a környéken tehenet szerintem. Vagy mentem ezen a környéken, hanem úton, erről a bázisról, ahhoz az űrhajóhoz. Vagy hát igazából pont fordítva, tehát hogy attól a bázistól erre felé. Lehet, hogy ott a izénél, ott a szikláknál láttunk tehenet, nem? Valahol láttunk tehenet. Nem, attól, mert víz alatt vagyunk, attól nem lesz... Nem leszünk kevésbé szomjasak, de... Meghalni még meg tudunk, ha ez számít. Fertőzött a víz, ezért nem iható? Valószínűleg igen. Hozzá kell tenni ezt, én aztán soha nem tudnám meg a valóságban. Innék, aztán csá. Mert nem így nyekszünk a szomjas vagyok, de hogy nem. Pont így. Na, tehén. Bocika. Ott a tehén. Én mondtam, hogy itt találtunk tehenet. A fejem egy térkép. Hi. Oké. Nem lehet egyeztetni.
Ó, üvegestül dobja a tejet. Hát akkor kapsz még kukoricát. Hát tudom, hogy üvegestül. Go. Go. Go, 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 go. Go, boci, go. Hogy bajod van? Nem vagy éhes, mi? Dehogy nem vagy éhes. Hogy ne lennél éhes? Tehén vagy, a tejnek mindig éhesek. Na, akkor csá. Most már lesz mit innunk. Remélem lesz mit ennünk is, mert... Nem. De van mit innunk, szóval az éhhalál meg úgysem olyan vesz... Nem, valószínűleg nem. Jó, nem öljük meg a bocit, túl aranyos. Ja, ez ilyen egyébként szuper kényelmesen így üvegestül dobja a tejet, de hát nekem az tök jó. Ha neki tök jó, nekem tök jó. Megint vannak a tügyek. Hát ez egy ilyen fura tehén, igen. Ez egy ilyen fura tehén. Hello tehén, ha találok majd még kukoricát, akkor majd jövök. Ó, találtam kukoricát. Akkor már jövök is. Vannak ám ilyen csaló kukoricák, amikor hiába töröd le a dolgokat, azt nem lesz belük semmi. Bocika! Hello, bocika! Tessék! Egyed. Hogy. Szuper. Jó lenne egyébként, ha meg is tudnánk enni a kukoricát, de nem tudjuk megenni a kukoricát. Éretlenek a kukoricák biztos. Ó, mondjuk külsőleg nem nagyon lehet megállapítani róluk, hogy éretlenek-e vagy sem. Vagy nekem is számomra nem lehet megállapítani, hogy éretlenek-e vagy sem. Dobtál még? Nem dobtál? Akkor. Még megjön, még a fejét is ingatja. Hát kommunikál a tehén. Kihasználod szegény. Micsoda? De havai pizza. Pizza. Ah, pizzát kéne majd vacsorázni. Ah, de kövér leszek. Kövérség, a pizza finom. Nekem nincsen semmi bajom a havai pizzával egyébként, és azt hiszem erről volt is már szavazás. Nekem nincsen semmi bajom, nem kívánom gyakran, tehát hogy nem azt eszem mindig, vagy bármi ilyesmi, de hogy nekem nincsen semmi bajom a havai pizzával. Hogy érezhetem azt, hogy ez most ezerszer távolabb van, mint eddig? Nem érezhetem azt, valószínűleg csak a tehenek miatt más úton jöttem. Nem a legrövidebb úton jöttem, hanem a tehenes úton jöttem. De semmi baj, mert tudunk folyadékot inni így. Kajánk nincs, de tudunk folyadékot inni. Visszajövünk, megtanuljuk, hogyan kell dolgokat csinálni. Ja, de sajnos ebben a szituációban egy egyszerű elnézéskérés, ez már nem elég. Elindítottad a pizza hullámot, ami nyilvánvalóan csak és kizárólag 100%-osan a te hibád. Ráadásul egyébként hozzá kell tennem, hogy a streamem elején, ami egyébként egy abszolút negatív irányú módosító tényező, súlyosbító körülmény. Megmutattam annak a három láng darabnak, hogy ki itt a góré. Tehén alszik, vagy én is lehetett? Nem tudom, hogy lehet-e. Pyrónak nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot, 18 hónap, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Hátravinni, megcipőzni? Nem. Nem vagyok a fizikai erőszak híve. De ha az lennék... Ha az lennék, akkor ez pont egy olyan szituáció, ahova illeszkedne.
Én alapból nézegettem a pizzákat, de szerintem most eldőlt. Ó, de elám. Még az van, hogy azt mondja, pajtás, meg szerintem egy másik étteremből rendel, ahol meg nincs pizza. Mondjuk ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy én tudom még. Mert ő mintha elmítette volna délelőtt, hogy mit szeretne enni. Akkor minden vödör megtelik, nem csak a kezemben lévő. Viszont azzal nem kell kattintani, szóval kényelmesség. Ti legalább tudtok pizzát enni? Hát igen, igen, ez így van. Ó, ez egy fürdőkád? Az ott izé, az ott innivaló. Én nem tudom, srácok, lehet, hogy... Emlékeztek, amikor arról beszélgettünk, hogy itt nem baj a víz, mert nincs már áram, mert leesett az űrhajó? Well, az, hogy az ott szikrázik, meg az ott szikrázik, az nem jó jel. Na, szóval lehet, hogy én vagyok a sziopata. Mondjátok nyugodtan, hogy én vagyok a sziopata. Nekem eszembe se jutott, hogy nekiálljak eloltani a tüzet. Tehát, hogy nekem eszembe se jutott. Igen, vízzel oltok elektromos tüzet. Igen, tudom, butaság, a videójáték fejlesztőit nem zavarja. Igen, tény is való, hogy butaság, a videójáték fejlesztőit nem zavarja a dolog. De ez itt például nem elektromos. Remek, most már szikrázik minden. Az nagyon bíztató egyébként, hogy itt állok egy vödör vízzel és szikrázó űrhajó közepén. Én nem tudom, én abszolút elkönyveltem, hogy ez a tűz, ez itt, ez térképelem. Jól néz ki, fancy, nagyon örülök belékén. Az, hogy van ilyen játékmenet, hogy el lehet oltani a tüzet, ez szerintem tök cool. Mert akkor valószínűleg a későbbiekben is el lehet oltani a tüzet. Az egy másik kérdés, hogy van egyáltalán tűz a játékban amúgy. Lehet, hogy akkor lehetne építeni tűzoltó autót. Ami így autó, és így képes tűzet oltani. Oda mész, így le lehet. Nem tudom, miért akarnék tűzoltó autót építeni, de lehet építeni tűzoltó autót, akkor azért csak szeretném. Ti pizzáztok, akkor én elszomorkodom itt a rakott palacsintám mellett. A rakott palacsintád mellett sincsokod a szomorkodom. Mert ez lehet, hogy ez kicsit túl ballisztikus. De én nem szeretném, hogy fölöttem lángoljon valami. Fel tudok oda ugrálni? That's a shame. Na mindegy. Haladjunk tovább a tutoriállal. Ez nincs jól. Például. Vagy nem is tudom, én ezt nem hívnám tutoriálnak. Tehát azt, hogy itt van egy ilyen felirat, hogy tegyél oda akkumulátort. És így jó, igazából nyilván több. Nyilvánvalóan több. Inventory full. Remek. Az azt jelenti, hogy jöhetünk ki még. Okay, hol lenne az akkumulátor, ha lenne akkumulátor? Ezek ágyak. Nagyon jó. Lehet, hogy át kéne, lehet, hogy aludnunk kéne itt, hogyha meghalunk, akkor értitek, itt túl legyünk. Nem, azok ott kaja, az ott kaja, az ott kaja. Egy pillanat, ezt leraknám valahova. Nem, ezt úgy látom, nem tudom lerakni valahova. Akkor leraknám azt. Leraknám mellé azt, nagyon jó. És akkor ezt itt megiszogatjuk, és ez azt hiszem kajának is számít. Benya? Ah, igen, benya. Fura kifejezés a benya, de igen. Oké. WC papír. Karamba, mennyi WC papírunk van. Ó, ez egy ilyen chest, ami az ég egyet a világon semmit nem tud tárolni. De visszük. Ez a tutoriál, akkor tudjuk mi a cél? Úgy nézek én ki, mint aki tudja mi a cél? Úgy nézek én ki, mint akinek van terve?
Most jelenleg az a cél, hogy a Master Battery-t megtaláljuk. Akárhol is van a Master Battery. Szerintetek kívül van a Master Battery? Mert akkor ott még el kell oltanunk tüzeket. Hol lennék, ha Master Battery lennék? Na, a helyemen. Ha én Master Battery lennék, akkor a helyemen lennék. 10 réteg palacsinta. Nem érdekli a vizet. Ez bizony, kérem szépen, nem érdekli a vizet. Egyébként nem tudom, hogy szerettétek-e, de kopperből csináltuk a vödröt. Ne, az előbb is találtuk. Tehát találtunk már egy Master Battery-t. Az... és elméletek a Master Battery nélkül nem tudunk craftolni. Vagy legalábbis a másik helyen nem tudunk craftolni Master Battery nélkül. Az azt jelenti, hogy mondjuk itt sem. Oké, mindegy, ezek között át tudok sétálni. Ezek olyanok, mint a tárolók lennének, de nem, közben nem azok. Lehet, hogy fel tudunk menni a tetejére. Lehet, hogy nem tudunk felmenni a tetejére. Oké, ez itt nyilván az elején egy ablak. Ez tök oké. Ha eljövünk ide, itt vannak a magok. Az is tök oké. Hol megy a nagyon szikrázás? Krisznek nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot, nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen. Voltak a polcon alkatrészek, de ott nem volt Master Battery szerintem. Lehet, hogy ezt a Master Battery-t kéne elhozni idáig? Hol találtam a másik Master Battery-t? Az akkumulátor mellett. Vagy hát a cucc mellett. Mi lenne a fürdőszobában? Tehát a közelében egyébként, tehát nem közvetlenül mellette, a közelében. Fogd a Master Battery-t, azt rakd oda. Igenis, uram. Oké, ez nem az. Az ott nem az. Nem tudom, hogy ez micsoda, de nem az. Az lenne logikus, ha itt lenne valahol a roncs közelében, nem? Jó, srácok, kérdés tőlem nektek. Tudjál valaki, hol van a Master Battery? Szia, Szeti! Tudjál valaki, hogy hol van az idevaló Master Battery? Felkiáltó jelet keresed bent. Felkiáltó jelet? Ó, oh, gumikacsa. Wow. Felkiáltó jelet. Keresünk egy felkiáltó jelet. Egész felkiáltó jelet. Oké, okay, szóval hol van? És akkor most el tudjuk kezdeni a játékot játszani, hogy hol van a battery a felkiáltó jelnél, hol van a felkiáltó jel a batterynél, hol van mind a kettő egymás mellett. Ó, oh, a romoknál. Nice. Oké, okay, cool. Ó, oh, annál? Ó, oh, that's a shame. Hát mondjuk telibe vágta az űrhajó, szóval akár kin is maradhat. Hajó bal oldala felé bent. Teljesen ellentétes információkat adtok. A hajó bal oldala bent. Jó, most már eljöttem idáig, úgyhogy agyonverem őket. De hogy aztán megyünk, akkor vissza.
Nem. Mi nem? Igen, 3-3 különböző dolgot mondanak. Ránéztél és elmentem. Mi ránéztem a batterire? Szia napsi! Én itt lennék. Na. De itt van amúgy is egy csomó loot, szóval ha nem itt lennék, akkor is jó lenne nekem lenni. Ó, paradicsom. Te magad vagy a Master Battery. Először is köszönöm. Másodszor pedig minden rendben van, Szeti, jól vagy, minden oké. Okay. Meghámozzuk ezt a robotkart. Meghámozzuk ezt a robotkart is. De én konkrétan nálad láttam ott. Ah, ott egy Master Battery. That's a shame. Mi tűnik nem annyira fontosnak. Mi tűnik nem annyira fontosnak megint? A paletta, nem tudom, hogy abból miért jó, meg micsoda, de tudjátok mit, nem lerakjuk. Oké, de most már lerakjuk. Oké, találtunk egy Master Battery-t. Nem tudom, hogy ez pontosan milyen irányba lendíti ezt a beszélgetést a cseten, ami a Master Battery elhelyezkedéséről szól, de hogy amúgy van nálunk egy Master Battery. Jó, ezt vissza tudjuk szerezni, mert ez igazából csak kukorica. Oké, és ebben is biztos, hogy van valami. Ami jó, mert egyébként kell, tehát hogy abszolút szükségünk van rá. Oké, szóval, ha követjük azt a tutoriált, ami nem egy tutoriál igazából, csak a videójáték fejlesztői így úgy gondolták, hogy ez lesz mindenkinek a logikus, akkor... akkor egészen jól ellát minket a játék nyersanyagokkal. Oké, okay, megvan. Konkrétan láttad, hogy ott. Akkor lehet, hogy van két Master Battery-nk? Mert ezt eltesszük, azt jó van. Egyébként a dolgok megjelölésére a legjobb mechanika, hogyha meghalunk ott. Nem tudom, ezt észrevettétek-e. De ugye mindenhol marad egy táska. És mindenhol marad egy táska ikon. Szóval, hogy gyakorlatilag a legjobb mechanika az, hogy elmegyünk helyekre, azt meghalunk ott. És onnantól biztos, hogy meg lesz. Oké, mindegy, patintsuk be a Master Battery-t ide. Akárhol is van a másik. Vagy van, vagy nincs, vagy bármi. Fantasztikus. Elindult. Tud ez csinálni dolgokat? Stunning. Kell nekem Scrap Gas Engine, nem? Jaj, lemaradtam Szeti viccéről! De szomorú. Oké, szóval azért vagyunk itt, hogy megtanuljunk növényeket ültetni. Úgyhogy próbáljunk meg nagyon gyorsan megtanulni növényeket ültetni. Simán együnk meg dolgokat. Gonosz? Én? Miért lennék gonosz? Ja, vicced miatt. Oké, akkor igen. Reasonable. Oké, növényeket szeretnék ültetni. Te mi vagy? Ez egy mikro. Oké, te mi vagy? Ezt nem hívnám feltétlenül tutoriálnak. Vagyis hát... Ezt azért egy erős túlzás lenne tutoriálnak hívni. Értek? Mit akarnék én ebből? Most ezek közül épp pont happen to be egyik se fontos. Vagy szeretné, hogy összerakjak... összerakjak egy járművet? Mert az oké. Okay. Én mindent is értek.
Pont szemben van az Aksia cucca. Ó, oh, felkiáltójel. Milyen cucca? Itt nincs battery. Itt van battery? Én nem látok itt batterét. Ezt látom, hogy a pilóta fülke nincs jól. De hogy itt nincs battery? Cup holder van. Meg dolgok. Nyomom az E-t. Ki van írva, hogy E to use. Nyomom az E-t, és nincs semmi. Nem történik semmi. Milyen E to... Oké, mindegy. Semmi baj. Nyögvenyelős egy kicsit ez a kis ismerkedés. Oké, okay, ezek még mindig tök hasznos dolgok, csak nem azok, amikre nekünk szükségünk van szerintem. Közben nagyon ez az érzésem, hogy szeretne minket megtanítani járművet építeni, de én nem járművet építeni szeretnék megtanulni, hanem növényt ültetni. Akartam mondani, hogy szól valami zene, de aztán rájöttem, hogy azért mi. Én ezt nem hívnám tutoriálnak. Vagy még mindig nem találtam meg a tutoriált? Elképzelhető az, hogy még mindig nem találtam meg a tutoriált? Ezek elképzelhető, persze, hogy ne lenne elképzelhető. Oké, építsünk egy jármű. Értem én, hogy ő szeretne építeni egy járművet, úgyhogy építsünk egy járművet. Kell hozzá egy ilyen. Remélem, hogy nem került nagyon sokba, mert öröm lenne nem elkölteni a nyersanyagainkat azért, hogy megpróbáljuk. Víznél volt egy tábla, víznél tényleg volt egy tábla, majd mindjárt elmegyünk, megnézzük. Megnézzük a víznél a táblát. Hello! Csinálunk egy rendszert, ami nem teljesen kézenfekvő, és aztán eldugjuk a ráutaló jeleket a pálya különböző pontjain. Egyébként amúgy alapvetően nem feltétlenül egy... Ó, oh, igen, ez egy mezőgazdasági tutoriálnak tűnik. Bár ez egy tömbösített mezőgazdasági tutoriálnak tűnik. Oké, okay, set. Ó, oh, tehát kell föld... Várjál. Ilyen. Amiből nyilván fel tudnám venni, ha nem lenne már nálam a világ összes cucca is. Jó, az end doboz az majd úgyis esik másik. Oké, ennyi. Szóval, úgy tudunk ültetni. Kapaszkodjatok, srácok, mert lehet, hogy a lehelletnyi túl van bonyolítva a rendszer. Hogy teszünk egy kis földet. Abba fogunk egy magot. Teszünk bele egy kis magot. Nagyon jó. Aztán fogunk egy vödör vizet. Oké, okay, ez is megy. Ráöntjük a vödör vizet, ez egyébként egész reasonable. Oké, okay, ez szuper vizes. És aztán fogjuk a spritznit, ami nyilvánvalóan a rendelkezésünkre áll, mert hogy ugyebár tudjuk, hogy van nálunk egy ilyen. Ráspriccelünk, és igazából csak várunk. Wow. Van egy olyan érzésem, hogy ja, ez se fogja... Ó, oh, Szetinek megint volt valami vicce? Valakinek van 100k-ja és nincs mire költő, kérdezze meg. Mit? Mit szeretnél Szeti megkérdezni? Most összeszedem a 100k-t, hogy megkérdezzem, mikor lesz, hogy elolvasod a mondataim végét is. Abba kellett volna hagynom a mondatot, amit rájöttem, hogy miről szól. Jó, az van, srácok, az a jó hír, hogy egy rendkívül könnyű mechanika van egyébként arra, hogy hogyan lehet ültetni. Egy rendkívül könnyű mechanika van. Igen, nekem ez úgy tűnik, hogy ez egy mikor lesz kérdés volt, Szeti. Ez egy mikor lesz kérdésnek tűnik. Igen, ezért mikor lesz kérdés lesz. Ó, te kész vagy? Kész. Ha már itt tartunk, akkor nyilvánvalóan nem kollekteljük, mert nincs itt nyavajás helyünk az inventoringban. Mi tűnik nem fontosnak?
A pénztárgép. A pénztárgép nem tűnik fontosnak. Na, ad ide! Oké, tök jó. Ezt lerakjuk. Tök jó lesz, ha bele tanul az ember. Oké, ide kéne egy építési terület először is. Azt ugye nyilvánvalóan fából szeretnénk csinálni. Építünk ide egy autót. Egy faautót. Ez nem lesz egy nagyon menő autó. Ez egy kevéssé menő autó lesz, srácok. Mondjuk az kell egy eszköz is, hogy összevezetékezzük a dolgokat. Szóval azért... vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy ezt valaha be tudjuk-e fejezni, ezt az autót. Egy csomó mindenre van még szükségünk hozzá. Lehet, hogy ezt az autót sose fogjuk... Szóval is tudjuk megépíteni. Meg tudjuk egyáltalán építeni ezt az autót? Igen, lehetne a közepén, de nincs. Oké, van egy darab ilyen csapágyunk. Fantasztikus hír. Meg van egy darab ilyen kerekünk is. Fantasztikus, ez biztos, hogy egyébként nagyon jól fog üzemelni ez a kerék. Látszik rajta. Ó, kerékből több darabunk van. Nagyon jó. Van egy darab pilótafülkénk. Oké, ez az autó lehetne egy picit nagyobb. Hogyan tudom leszedni azt, meg azt, meg azt? Teszünk ide egy kis csomagtartót, és akkor oda fogunk tudni majd dolgokat lerakni. Remélem, legalábbis. Oké, meg ezt, meg azt, azt nem, meg ezt. És innentől kezdve ez már sétagalop. Azt, hogy fogjuk irányítani, ezt nem tudom. Kicsit reménykedem benne, hogy ez olyat is ellát. Nem, de még motorunk sincs hozzá, szóval alapvetően majdnem teljesen mindegy, ez lehet, hogy tényleg csak egy csapágy. Ahol nem emlékszem, hogy épülnek itt az autók. Mindegy, megtanuljuk. Ó, még egy kerék. Fantasztikus. Van elegendő mennyiségű kerekünk? Ez mi? Ez egy gomb. Végül is. Nem mondhatjátok, hogy nincs igaz a játéknak, az egy gomb. Annyira úgy érzem, hogy amit most csinálsz, ez teljesen felesleges, mert ennél nagyobb szintre emelkedtél. Így van. De közben meg nem is. Szóval megcsináljuk. Ne, megcsináljuk. Megcsináljuk. Sajnos akkor a szintre nem emelkedtem, hogy a világ összes dolgát tudjam, hogy működik. Szóval megcsináljuk. Nagy baj nem lesz belőle. Collect. Oké, van egy motorunk, amit ugye nyilvánvalóan szintén le kell szerelnünk ide a járműre, ami azt jelenti, hogy újabb helyet veszítünk. Nem is tudom, hogy miért gondoltam, hogy ezzel nekünk majd jobb lesz. Oké, ez egy motor. Ebbe kell majd az üzemanyag, de üzemanyagunk van, szóval azzal nem kell sietni. Oké, reménykedjünk benne, hogy ebből a cuccból kell... Nem tudsz egyszerre többet craftolni. Vagy nem is lehet beadni egyszerre többet. Fahéjas kóla! Ah! Nem hangzik nagyon jól. Azt tudom, olvastam, hogy te azt írtad, hogy finom. De hogy ettől függetlenül nem hangzik nagyon jól. Nagyon szívesen lekraftolom egyesével egyébként. Hogy ne kraftolnám le egyesével. Én leszek a legboldogabb ember, ha lekraftoltam egyesével az összes nyomajás csapágyat, amire szükségünk van. A H betűt már nézted? H? Igen, azt néztem. Ó, mondjuk abban jármű tutoriál van. Most pont nem gondoltam rá, de igen, néztem már. Ettől függetlenül most megnézzük újra. Ne, ez ennyi, ez működni fog. Jó lesz. Ja, ő nyilvánvalóan kicsit szeretné, hogy nagyobb legyen a hasmagasság, de... Ki nem szeretné? Milyen áll? Up. Up. Down. Down. A page up. Az nem up. Up. Okay, cool.
Jó, szedjük le egy kicsit, van egy normális app, csak tudjátok, az ember néha elfelejti, hogy van egyébként a billentyűzeten egy nyavajás gomb, ami felfele mutat. Gyakorlatilag a legfeleslegesebb dolgok egyike egyébként. Ha. Tervezési hiba. Semmi baj. Megjavítjuk úgy, ahogy meg. Megjavítjuk úgy, srácok, ahogy meg tudjuk javítani. Oké, és akkor most van 4 darab csapágyunk. Lehet, hogy ez lehetne még magasabb ez a jármű. Szerintem lehet, hogy azt szeretné a videójáték, hogy ez még magasabb legyen. Hogyne, én is szeretném. Én is azt szeretném, amit a videójáték szeretne, mert az elején kipróbáltuk, milyen az ellenállás, és nem volt átütően sikeres. Ez gyakorlatilag egy guruló asztal. És még a gurulót sem mondanám úgy nagyon erősen. Tehát, hogy nem nagyon guruló asztal, egy picit guruló asztal. Oké, nyilvánvalóan kell egy eszköz, hogy ezt megberheljük, de hála az égnek ezt pont tudja craftolni, és hát nyilván pont van rá alkatrészünk, mert nyilván a játékfejlesztői arra gondoltak, hogy ez majd így értitek, tehát hogy ez majd mindenkinek triviális lesz, hogy itt épít egy autót, mert mi más csinálna a scrap mechanikban, mint építeni egy autót olyan kerekekből, amikből kiállnak deszkák. Szóval érzek én itt azért technikai nehézségeket még. Na, hol van a szekrényem? Itt a szekrényem. Jó, szeretném a szekrényt rárakni. Nagyon jó, nem így. Szeretném a szekrényt jobban rárakni. Down. Fantasztikus, így szeretném rárakni a szekrényt. Pont fordítva, és azt hittem, hogy pont fordítva is lesz, de végül is mindegy. Nem ez a lényeg, ide már be is pakolhatjuk a különböző mezőgazdasági dolgainkat. Te nem hallod, de dúdol a robot, ahogy craftol. Ó, ez nagyon aranyos tőle. Ha közel vagyok, hallom egyébként. Oké, és akkor van most egy ilyen cuccunk, és akkor ezzel tudunk kötögetni dolgokat. Ezt oda kötjük oda. Meg ezt meg oda kötjük oda, meg oda. Ezt meg azt oda kötjük oda, meg oda, és akkor talán lesz valami. Not quite sure, hogy ebből irányítás lesz a vége. Oké, nézzük meg ezt a H betűt még egyszer. Szeretne a videójáték összkerék meghajtású személygépjárműveket? Ez roppant izgalmas, de hogy szóval szeretném, ha az ott nem lenne. Az összekötés, ne jó lenne, ha az nem lenne. Mindegy. Hogyan lesz az autó irányítható? Ó, értem. Úgy lesz az autó irányítható, hogy teszünk rá meg dolgokat. Hogy máshogy lenne irányítható az autó. Hova gondoltatok, hogy ez majd csak úgy magától irányítható lesz? Lol. Amatőrök. Filti amatőrök. Jó, igazából valószínűleg ti tudtátok, hogy nem így fog, de én nem. De hála az égnek, ezek a cuccok legalább olcsók. Amikor elhettem Windows telepíteni, Viktor már egy bázison volt. Mit keres meg a roncs mellett? Visszajöttünk. Visszajöttünk, mert a videójáték azt üzente, hogy elfogyott a regimentje. És ha még egyszer ezt üzeni, megyünk City Skyline-ozni. Ha gurul a bokor, meg majd megállítja. Igen, az van, hogy jelenleg gurul, de nem kanyarodik. Mindjárt megcsináljuk, hogy guruljon és kanyarodjon is. És ha tud gurulni és kanyarodni is, akkor lesz majd igazából arany az élet. Mert igazából onnan, tehát hogy alapvetően ezek fontos funkciók egy autó esetében. Tudod, hogy tudjanak gurulni, meg kanyarodni is. Az a helyzet, hogy a modern autók, ami nagyon durva, de már arra is képesek, hogy ezt a kettőt egyszerre tegyék. Ami egyébként stunning. De ez legalább jól benne van a tutoriában egyébként. Tehát, hogy az autó építős tutoriát, azt átvették valószínűleg a normális default részét a videójátéknak, ami nyilván tök jó. De hogy ezt a részét, hogy növényeket hogy lehet ültetni, ezt nem. Tehát, hogy ez a H-val elérhető kis könyvecskében, ez nincs benne. Ami nyilván szomorú. Oké, és akkor ez meghajtja azt, hajtja meg azt, de igen. Ez meghajtja ezt,
Max connection reached. Miért ez csak kettő kereket tud meghajtani? És mi van, ha én szeretném, hogy azok az elsők legyenek? Oké, okay, hogyan lehet, ezt valaki meg tudja írni, hogy hogyan lehet levenni dolgot. Olyat. Tehát ezt az összeköttetést, ezt hogyan lehet kikapcsolni vajon? Le lehet verni a motort. Ez például egy megoldás. Nem biztos, hogy a legpraktikusabb megoldás, de egy megoldás. Nem de lesz. Jobb klik, nem? Hát ez nem sikerült nagyon. Jobb klik kell, de most kipróbálom. Lehet, hogy csak nem, az az irányát változtatja. Nem, most csak az irányát változtatja. Hát, én nem lennék, nem érezném magam biztonságban most, hogy van egy ilyenem. Ó, azt az üzemanyagot már fel is vettem. Ó, hát ezek sem maradhatnak itt véletlenül. Az sem maradhat itt véletlenül. Az... Hát igazából annak se kéne itt maradnia, de mindegy, ezt már leraktuk. Fordítva kanyarodik. De az nyilvánvalóan nem feltétlenül baj. Azt meg tudjuk javítani. Úgy, és azt szeretném, hogy ide bekerüljön az inventorimból, amit nem lehet arrébb helyezni. Szóval ezt innen le kell húzni ide, hogy aztán ezt innen felhúzhassam ide. És... kell egy gomba, ami bekapcsolja. Kell egy gomba, ami bekapcsolja, ez így nem állapot. Ez micsoda? Switch. Oké, tételezzük fel, hogy ez lesz az. Pont annyi nyersanyagunk van még, amennyi ehhez szükséges, úgyhogy teljesen egyértelműen biztos, hogy erre van szükségünk. Ezt hagyja, hogy te nem vagy biztonságban, de körülötted lévők pláne nincsenek. Az eddigi tapasztalatém alapján körülöttem csak rendkívül goromba robotok vannak. Szóval én nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy érdekel, hogy ők biztonságban vannak-e vagy sem. Motort nem kötött. Ó, végül nem kötöttem a székhez, mert ugye leszettem a motort és nem kötöttem vissza. Ja, igazad van, mindjárt csinálom. Ha. Fura krumpli. De az én krumplim. Én neveltem. Kicsit fura, de... mennyi potétó. Mennyi potétó. Elvisszük mindennek a magját. Mindennek elvisszük a magját. Elvisszük a talicskát is. Ez csak egy része a talicskának. Mindegy, akkor nem visszük el a talicskát. De amúgy elvinném a talicskát is. Elviszem a táblát. A táblát nem viszem el. Oké, a táblát nem viszem el. Oké, okay, melyik irányba forog? Az jó irányba forog, az nem forog jó irányba. Oké, okay. Elmélet ennek így jónak kéne lennie. Jó, fordulni tudunk. Oh god. Te jó isten. Mi ez a halálszekér? Jobb nekünk ettől? Olcsóbb lett a kenyér? Ó, van chat. De a Zetor kicsit olyan egyébként. Oké, nézzük, van itt még bármi, ami hasznos. Na, nehogy. Gyere kacsak. Gyere cső. Jó, elméletileg minden nálunk van, ami valaha szükséges lehet. Elsősorban a kacsa. És akkor most ezzel valahogy megpróbálunk visszajutni a bázisunkra. Szerintem gyalog egy kicsit gyorsabbak vagyunk. Mert hogy én a világért sem akarom bántani a videójátékot, de hogy szerintem gyalog egy kicsit gyorsabbak vagyunk.
Annyira nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet volt az első kerék meghajtás. Bár amúgy lehet, hogy sokkal rosszabb. Mit keresnek azok a dobozok ott? Hogy kerültek ezek a dobozok ide? Ezek spanolnak vissza? Oké, nagyon jó. Hát én mindig kapható vagyok pár doboz szétverésére. A világ összes növénye. Hú, én bármikor. Ezt nem biztos, hogy szétvertem már, de korábban ott biztos, hogy vertem már szét dobozokat. Van fönn doboz? Felkiáltatnék a robotoknak, hogy érdemes-e felmenni szétverni őket. Túl nagy a motor teljesítménye. Sir, yes, sir. Hát, jó. A kis mi van, ha... Micsoda? 19 üzemanyagból elfogyott már 10? Hogyan? Hova? Miért? Hogy jutunk így haza? Max 10 lehet benne. Hú, nagyon jó. Oké, akkor csak 10 van benne. Jó, 10-et raktam be. Hú, nagyon jó. Wow, lesokkoltam azért most ezen egy picit. Ó, lejtő, ott begyorsulunk. Oh. Here we go again. Emlékeztek, amikor kinyomtattam egy gombot, és aztán ezt nem szereltem be? Azt gondolkozom, hogy csak nem szereltem be, vagy nincs is nálam. Ja, visszamehetnék nyilván amúgy is, de visszamegyek inkább gyalog. Lehet, hogy nem vettem ki a gombot. Húzd maxra és csapasd! Ja, nekem is nálam van. Kapcsolót és gombot kerestem a szememmel. Sokat segít ebben a játékban, ha még nem is figyel az ember rendesen. Hova lenne jó elhelyezni egy ilyen gombot? El tudunk egyáltalán így helyezni egy ilyen gombot? Hogy így nincs, értitek? Nincs azon rajta. Próbáljuk meg. Hát hogy ne tudnánk? Hát hogy ne tudnánk? Oké, és akkor ezt szeretném oda. Ezt szeretném. Oda. Nem. Ezt szeretném. Oda. Ezt szeretném. Oda. Ez bezzeg megy. És ez mit csinál egyáltalán? Mindegy. Ó, egy narancs. Egy hét. Másodszorra hívom a paradicsomat. Semmit. Ah, igen, ez sejthető. Másodszorra hívom. Szerintem visszaszpanoltak a dobozok. De hogy... Te meghaltál? Éreztem én, hogy valami itt izé... Valami sumákolás megy. Nem szoktak ezek önként is dalolva a földön fetrengeni. Pink papucs a pedálnak szexi. Hát mi más lenne egyébként? Mi más lenne? Az jöhet, az jöhet. Jöhet, ha mondom! Jó, nem jöhet. Le kell pakolnunk, de hála az égnek van nálunk pont egy teherautó. Amit nyilván teherautónak hívni talán egy kicsit előzékeny, de hogy de pont van nálunk egy teherautó. Ez egy nagyon fura Tarkov. Nagyon. Ez egy nagyon-nagyon fura Tarkov. Az a helyzet, hogy ez egy nagyon-nagyon fura Tarkov. Egy ekkora kockacuccban egy dolog fér? Igen. Ez egy nyomorék kockacucc. De a sokkal nagyobb kockacuccokban sem sokkal jobb a helyzet, szóval... Igen, én is gondolkoztam rajta, hogy ez nem szép dolog, de... A játékfejlesztői úgy érezték, hogy igen. Szerintem azt elkezdem megvajazni, ezt észreveszi? Nem! Ne! Nem vette észre egyébként.
Nem vette észre. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként nem vette észre. Ő nem. Nyilván cserébe egy második valahonnan. Valahonnan egy másik rám szaladt, de hogy ő nem vette észre, és ez a lényeg. Ezt kérdeztem, ez a válasz. Az összes többi az csak extra. Az összes többi csak extra információ. Ez egy Fortnite Sims. Szóval chat, mi ez a játék? Ez a videójáték a Scrap Mechanic Survival módja. Scrap Mechanic a nagyjából 2016 óta már él, létezik és bétában van. Ez egy ilyen open world sandbox, ilyen építgetős játék volt eddig, de hogy eddig nem volt benne a survival rész. Szóval alapvetően ez járművek építésére koncentrált túlnyomó többségében. És elméletileg most már nem ezt teszi. Elméletileg most már lehet járműveket építeni, de de egyébként kell benne kaját termelni, meg barátkozni kell a tehenekkel. Például ő itt egy tehén volt, aki mellett eljöttünk, ilyesmi. Tehát, és közben ugye nyilván cuccokat kell szerezni, meg kell találni, hol a tutoriál. Oh, itt is volt egy tehén egyébként. Az meg egy robot, ő ellenünk van. Remélhetőleg nem vesz minket észre, mert akkor a világ végéig is üldözni fogja a lelkünket. Meg farmolni is kell, ja. Az a helyzet egyébként, hogy eddig nem tűnik szuper erős eresztésnek. Hogy őszinte legyek. Ami most nyilván lehet, hogy embereknek a lelkébe tapos. De hogy ettől függetlenül sajnos nem tűnik szuper erős eresztésnek. Vagy legalábbis egy kicsit... Az teljesen biztos, hogy máshonnan közelíti meg a kérdéseket, amiket eddig ezek a fajta videójátékok megközelítettek. Tehát, hogy azt mondhatjuk rá, hogy egyedi egyébként. Szerintem határozottan egyedi, egy meglehetősen túlszaturált játék kategóriában. Szóval ez mindenféleképpen egy nagy teljesítmény. És még csak nem is annyira rossz a helyzet, mint nem tudom, egy... Törött villa esetén, ami ugye nyilvánvalóan szintén egyedi, csak nem jó az ég egyet a világon semmire. Szóval ez nem feltétlenül ugyanaz a szituáció. Itt ugye néha meg kell vajazni dolgokat, ez is egy fontos része. Kicsit így csuk, azt el is tűnik. És ilyenkor nyilván kocka formájába tesszük el. Miért gondolom mindenki a Tarkovra egy ilyen játék közben? Semmi, azért mert Tarkovozok mostanában. Semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz. Az ég egyet a világon. Dézenes krumpli pucoló. Így suk. Azt már mehetünk is tovább. Ennyi igazából, itt ennyit szerettem volna. Most visszaülünk a járművünkbe. Várjátok, megnézzük a tutoriált, hogy hogyan kéne bekötni egy bekapcsoló gombot. Hogyan tudnánk bekötni egy bekapcsoló gombot Szeretném, hogy be lehessen kapcsolni a motort. Meg ki lehessen kapcsolni a motort. Érdekli ezt a videójátékot, hogy én mit szeretnék? Legkevésbé sem. Legkevésbé sem érdekli. Oké, ez nagyon jó, de nem. Várjatok, ez egy button. Ez ugyanis, mint a kapcsoló, csak button. Ó, nem, holdolni kell. Oké, cool. Hol az autónk? Hol a teherautónk? Itt van a teherautónk. Oké, szóval... Fussunk ennek neki még egyszer. Van itt ez a gomb. Nem szeretném, hogy oda legyen kötve ahhoz. Van-e, tud-e ezzel bármit tenni a bárki? Nem? Jó. Akkor ebben az esetben leszedném a gombot, de nem szedjük le, mert tele van az inventory. Nyilván, hogy hova gondolok. Van egy matracunk például, ami nem kell. Ott valami csillant. Hó, hát ezt csak meg kell refinolni jól. Gentlemen, kezdesz átesni a ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, de vicces vagy kategóriából a taplóba. És egyébként rendszeresen építek legót, csak nem streamben. Mármint a saját fejben.
Úgyhogy itt az ideje, hogy visszavegyél a dologból, vagy ha nem, akkor... most már így nagyon közel vagy egy nagyon-nagyon combos téóhoz. És nyilvánvalóan a vicces kritika mindig vicces, és én is sokat nevetek rajta, meg mit tudom én, de hogy na, vegyünk vissza azért. Oké, van egy kapcsolónk. Szeretném, ha az a kapcsoló a motort kapcsolná. De szerintem a motornak az a baja, hogy már túl sok csatlakozása van. Azt gondolkozom, hogy igazából mindegy, csak menjünk haza. Kikapcsoltam a motort, ugye? Hát és ennek fokozatai vannak, szóval ez így necces. Hát így nem is kell ad ez a kapcsoló. Srácokban a lányok is beletartoznak. Nálam is egyébként. Nem tudom, hogy ez korrekte, vagy nem korrekt. De hogy személy szerint, amikor azt írom Twitteren, vagy bárhol, srácok, abban a srácok, lányok, mindenki benne van. És a srácok alatt így az embereket értem, akik léteznek. Van lámpa. Találkoztam már lámpával. Ja. Várjátok. Hol vannak a cuccaim? Ó, oh, ja, csak az autóban nem látom a cuccaimat. Hú, nagyon megijedtem. Azt hiszem eltűnt minden. Hát ez egy kalandos hazaérkezés lesz. És mindezt azért, hogy 4 itemmel többet tudjunk vinni. Nyilván. De tény is való, hogy tudunk 4 itemből többet vinni. Szóval ez gyakorlatilag egy teherautó. Szerintem most kacok az gender neutrál, igen. Oké. Merre tudnék átvágni, mert szemmel láthatóan a hosszabb út az nem lesz megoldás. És egyébként hogy vagytok? Mert most éppen bőven időnk van arra, hogy átbeszélgessük, hogy kivel mi történt, hogy telik a hétvége, milyen az időjárás. Szocvörös. Go, ez egy lejtő! Jaj, ott egy robot, szerintetek el tudjuk ütni? Nem merem megpróbálni, mert nem nagyon erős a motor. Mondjuk lehet, hogy csak fel kéne húzni. Fantasztikus. Szálljál ki! Nem tudok kiszállni. A chat miatt nem tudtam kiszállni. Oké. Következő kérdés. Nem tudom, hogy hol a szék, de én úgy érzem, hogy nem voltunk egyébként sem nagyon összhangban ezzel a gépjárművel. Szóval szerintem belátható, hogy ez most így nem jött össze annyira. Építünk majd egy jobbat. A liftet ott helyrakni. Nem. Gyorsabbak vagyunk így. Jobbak vagyunk gyalog. Majd építünk jobb járművet. Ez egy ilyen pleb jármű. Bizony kiválasztottam egy darab tehenet, és azt halálra etetem. Egyet, fiú, hozom a következő adagot. Ja, bizony, hogy nagy kukorica, ráadásul nem csak nagy a kukorica, de érted, kalapáccsal szedik, szóval ez egy fura világ. Oké,
Hol van a befektetésem? Mert a tehén. Hol a tehén? Inventory full. Fantasztikus hír, akkor megisszunk kettőt. Mert úgy értem, hogy legalább egyet megisszunk. Megisszunk még egyet. A viszontlátásra, bocikákok, majd találkozunk később. Nem lehet fiú, mert tejet ad. Abszolút igazad van. Bár tény is van, hogy amikor azt mondtam rá, hogy fiú, akkor nem a neme jutott eszembe, hanem az, hogy Zsolti ezt így szokta mondani, de... Igen, teljesen, egyébként teljesen, abszolút teljesen igazad van. Mi ez a kukoricafa? Hát itt így nőnek a kukoricák, látnád a krumplit? De szóval így nőnek a kukoricák, igen, igen. Ez egy ilyen hely. Na, és akkor elméletileg most már tudunk ilyen mezőgazdasági dolgokat csinálni. És ha minden igaz, akkor azt támadni fogják a robotok. Ami baj. De hogy nem feltétlenül annyira, csak így egy kicsit. Egy kicsit baj. Viszont ilyen jól lakottak nem voltunk szerintem azóta, amióta világ a világ. Mondnám, hogy menjünk aludni, de nem lehet aludni. Szóval, ez itt a bázisunk, itt lakunk. Itt van a robotunk Ferenc, aki... Hát kraftol, általában. Nem, igazából általában fenyegetően néz, és csak néha kraftol. Az lenne a kérdés, hogy egyébként például ilyen dolgot, mint ez a föld, ilyet hol szerzünk? Mert hogy most van egy adag, ez tök érthető, de hogy amúgy, ha ez már így nem lenne... I have you covered. Mater GT-nek nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot, második hónap nagyon-nagyon király vagy, köszönöm szépen! Köszönöm szépen a tartalmat, nagyon szívesen! Oké, hova ültessük a bokrainkat? Valóban közel kéne a házhoz. Lehet, hogy a házban magába kéne. Olyat lehet egyáltalán vajon? Érdekli szerintetek? Hát ha már én hozom a földet, akkor igazából simán lehet, hogy nem kéne, hogy érdekelje. Lehet, hogy érdekli. Oké, lehet, hogy érdekli, vissza az egész. Aha, érdekli. Remek. Neked is most kell összekapnod magadat. Oké, szóval. Innen kezdjük. Berakjuk ide középre, ez jó, itt jó messziről látszódik. Egy. Kettő. Hát itt nincs víz. Itt nincs víz. Mindegy. Nem jó. Az nem jó, ha itt nincs víz. Honnan hozok vizet? Valahonnan hozni kell vizet. Hát ez nagyon messze van ahhoz, hogy onnan hordjak mindig vizet. Visszacsomagolni nem lehet. Az nagyon messze van. De közben ott meg van ágy. Kút nincs a játékban? Mit tudom én, mi van a játékban? Azt tudom, hogy kell víz. A legjobb az egy vörök vízforrás lenne. Nem kell félni, hogy a robotok kárt tesznek benne? Hát én személy szerint félek ettől. Oké, mi van akkor, ha építünk egy falat a kertünk köré, és a vízpartra tesszük? Oké, mi van akkor, ha építünk egy falat, és a vízpartra tesszük a földet? Ezt most nyilván ide, innen nem fogjuk tudni visszakotorni, mert... fajta videójáték, ahol ilyeneket lehet csinálni. Oké, megyünk, építünk egy falat. Egyelőre nem építünk rá ajtót, de majd építünk. Én nem hordok meg ilyen messzire vizet, az teljesen kizárt. És ezen legalább tudunk kísérletezni, hogy mi történik. Örök víz, 2x2-es hely, 2 vödör, kész. Annyira szeretnék Minecraftozni. Most, hogy ezzel a játékkal játszom, még jobban szeretnék Minecraftozni. Oké, szóval. Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte. Oké. Ez az egy ciri-piciri pedig azt mondta a nevelőszüleinek, hogy egyel arrébb raktam.
Semmi baj. Oké, semmi baj. Kicsit fura, de a miénk. Ő ott különleges, srácok. Ő ott különleges. Oké, és akkor ehhez kéne hoznunk vizet. Ha jól látom, 3-4 vödrünk van, szóval 4 vödörnyi vizet tudunk hozni egyszerre. Lehet majd később nyilván automatizálni ezt az egész funkciót. Pre-5-nél vagyunk? Hogy vagyunk az 1.16 pre-5-nél? Elkezd vele védekezni. Nem, ez nem kezd el aztán védekezni, semmivel. Szerintem, amikor utoljára néztük, még csak a pre-2-nél jártunk. De hogy most megint az történt vajon, hogy rossz volt, és akkor kiadták a pre-3-at, azt rájöttek, hogy játszhatatlan, és akkor gyorsan mellé vágták még a többit. Mert ez nem lenne nagyon elegáns, ha engem kérdeztek. Oké, mit akarunk ültetni? Akarunk ültetni krumplit. Akarunk ültetni krumplit? Ültessünk krumplit. Oké, szóval akarunk ültetni krumplit. Akarunk ültetni paradicsomot, mert az jó folyadékforrás. És akarunk ültetni répát, mert szeretnénk tudni fütyülni. Oké. És mindenre kéne ilyen dolog is, hogy így ráspricceljük. Ez itt van. Oké, és most mindig ráspricceljük. Oké. Hát nagyjából ennyi volt a teljes mezőgazdaságunk. És akkor ennek most építünk egy kerítést. Valami olyan kerítést, aminek van értelme. Mondta Viktor, majd elkezdte építeni ezt, amit láthattok. Nem tudom, hogy ennek van-e bármi... Nem tudom, hogy ennek van-e bármi értelme, azt tudom, hogy nagyon lassú. El is fagyott a fánk. Ehhez sok kell. 15 óra mire megnő? Nem 15... 15 óra mire megnő? Nem, 15 perc. 15 perc. Nyugalom. Én is megijedtem, megijesztettél, mindenki megijedt, ne ijedjünk meg. Oké. Okay. Reasonable. Ez egy túl nagy fa. Oké, okay. Ez meg egy nagyon fura fa. Ezt lehet géppel automatizálni? Gondolom lehet. Ha valamit automatizálni akarnék, az ez lenne. Igen, ezt robottal lehet. Igen. Tudom, hogy lehet csinálni egy tárolót, amiben be tudjuk pakolni a rönköket, vagy valami ilyesmi. És van egy gép, ami ezt automatikusan csinálja. Ja, ez automatizálható. Ez automatizálható, nagyon helyes. Na, ne menjél már el. Engedd, hogy megkenegesselek. Jaj, meg hát lehet látni, hogy nagyjából másodpercenként megy egyébként egy perc, szóval... Ne simogassám-e? Rengeteg bugfix, meg pár módosítás, új bejegyzést nem írtak lóra, csak a pre-3 bejegyzésbe írták bele őket. Jó, mondjuk most egy kicsit elszomorodtam, mert mindenki azt mondta, hogy a pre-4 szokott lenni a vége, azt most pre-5-nél tartunk, és így... És hát ugye ez nyilvánvalóan nem feltétlenül az, amit keresünk. De hogy mindegy, tök mindegy, kijön már záros határidőn belül. Van ventilátor, tényleg nagyon meleg van. Itt is nagyon meleg van. Ha már bugfixek vannak, akkor közel a megjelenés. Miért?
non-stop bug fixelnek a Minecraftban. Oké, van egy pár fablokkunk. Nincs nagyon sok fablokkunk, de van egy pár fablokkunk. Tételezzük fel, hogy tudunk vele csinálni dolgokat. Eleinte falban gondolkoztam egyébként, de a falról letettem már. Elsősorban nyilván azért, mert várjátok, lehet valahogy húzni. Lehet húzni tényleg. Hát mi vagyunk a világhatalom körülbelül, hogyha így ezt így lehet. Nagyon jó. Én be tudok ugrani, de a cuccokat még nem láttam sose ugrani. Szóval lehetséges, hogy ők nem tudnak. Lehet, hogy ennek az ég egyet a világon semmi értelme nincs, amit építettem a növények köré. Viszont lesznek növényeink. Az már tök jó. Eljutottunk valameddig. Ezt nem mondanám, hogy nagyon sokáig, de hogy eljutottunk valameddig. Szia, Bisz, újra! Hosszú ujjúban vagy? Wow. Nem, nekem kifejezetten az az érzésem egyébként, hogy meleg van. Hiányoznak az annók. Ó, nem csak neked, nem csak neked. Nekem spec annyira nem, de hogy... mert nyilván nekem is, mert nyilván szeretem az annót. Az helyzet az annóban, hogy, hogy most már csak azt a nagy szigetet kéne be... Van még egyébként dolog. Tehát, hogy őszintén szóval streamelhetnék annót. Tökre az az érzésem, hogy minden, amit csinálok már... Te mit csinálsz itt? Szóval, hogy minden, amit csinálok benne, az már egy picit ilyen felesleges. Mert hogy ugye már legyőztük őket, mindegyik őket. Úgyhogy azon is gondolkozom, hogy vagy újat kéne kezdeni, nagyobb nehézségi fokozaton, vagy csak be kéne fejezni még azt a maradék dolgot. De ezt a nagy szigetet nem akarom beépíteni. Azért nem akarom elsősorban beépíteni a nagy szigetet, mert ez csak ugyanaz, mint amit eddig csináltam. És csak várni kell és csinálni. Nem tudom, hogy miért akarják a robotok támadni a kertemen. Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Ez egy nagyon jó kérdés. Oké, vannak itt ilyen dolgok még, amiket tudunk csinálni. Ezek olyan robotok, akik barátságosak velünk, de... most egyenlőre per pillanat nem segítenek semmit. Ez fantasztikus. Ezekkel már próbálkoztunk. Szeretném jelezni, hogy erre nincs a továbbiakban igényem. Tribal robotok? Nem tudom. Nem tudom, mi a sztoria egyébként. Kétféle robottal találkoztam, de elméletileg van többféle robot is, gondolom. Legalábbis a videóban láttam, mint a többféle robotot is. Ment a trailerbe. Oh, hello. Nézzük meg, mit csinál. Lehet, hogy most dühös. Oké, dühös. I have you covered. Zironnak nagyon szépen köszönöm a szabot, nagyon király vagy. Szia Viktor, végre fél év, bizony megvan a 6 hónap, nagyon szépen köszönöm. Már több ideig költem a munkásságot, de csak mostanában lett esélyem támogatni téged, nagyon szépen köszönöm a király tartalmakat, és csak itt tovább. Mi van a diktatúra? Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy tetszik, amit csinálok. Jó, a jó hír az, hogy ezek még mindig léteznek. Ó, ott van tehén. Bocika! Hello, bocika! Szevasz, boci, tessék, egyél csak, tessék, kapsz még, hamikász csak, mekkora orrod van. Jó, elég cukik lettek a bocik egyébként. Egyet csak, egyet, gyerünk, poppoljon az a tejecske. Nagyon jó, üvegestül ügyesen. Pop it like it's hot, pop it, oké, szóval. Rendkívül jó az a játék valahol valakinek. Én személy szerint nem élvezem annyira egyébként, úgyhogy most így nem feltétlenül érzem a
rám nehezedő terhet, hogy a következő időszakban azonnal vissza kelljen hozzátérnem. Annak ellenére egyébként, hogy nyilván teljesen egyértelműen tudható, látható, hogy éppen csak a felszínt kapargatom. Tehát, hogy ennek ellenére nyilván, ha most ilyen játék teszt szempontjából néznénk, akkor vissza kéne hozzátérnem, hát egyelőre még semmit nem láttam belőle. Szinte. Amit láttam, az azt mondom, szimpi. De hogy szinte semmit nem láttam belőle. De most megvárom, hogy ezek a növények megnőjenek, aztán nem tudom. Úgyis egy olyan fél órácska múlva már állunk át. Oh, hello. Hát te honnan? Üveges tejet, kakila tehén? Nem kakilla, szeti a tehén, nem kakilla a tejet. Itt volt valahol kukorica. Na, az a kérdés, hogy például honnan lehet ilyen földes zsákokat szerezni? Honnan lehet ezt a permetező dolgot szerezni? Ezek például engem tökre érdekelnének. A kukorica. Követ tudsz szerezni? Gondolom igen, valahogy. Mert hogy logikus az lenne, ha igen. Oh, hello bocika! Ne szaladjál! Tessék! Hami! Tessék még hami! Tessék hami, tessék sok hami! Jó van, kaptál egy extrát. Tartsd meg a visszajárót. Tartsd meg az aprót, te mocskos tehén. Kraftolni tudok. Nagyon jó. Jó, ha tudok kraftolni, ez tök jó. Ha nem csak keresni tudok, akkor ez tök jó. Hello? There goes the paradicsom. Hát milyen dolog ez? Hát egy pillanatra nem figyel az ember, aztán izé. Azt jön egy robot, az befejeli a kerítést. Mi baj van a robotoknak a paradicsomommal? Nem fur ez a játék. Mi... Mire számítottunk a City Skylines-ban? Rengeteg útépítésre. Rengeteg útépítésre. Mert most nagyon jó túljaim vannak, hogy szép utakat építsek. This stone is too big for sledgehammer. Jó, és ez? Ez meg túlzottan nem olyan stone for sledgehammer? És ez a stone? Körforgalom! Igen. Nem csak körforgalmakra. Mindenféle fancy utakat is tudunk építeni. Elsősorban körforgalmakat. Elsősorban körforgalmakat. Oké, okay, szóval, van kajánk. Van például krumplink. A krumplit meg lehet enni nyersen? Nem. A krumplit nem lehet megenni nyersen. Mit szóltok, ha előrébb hozzuk a játékváltást? Ragaszkodtok hozzá, hogy ezt a további fél órát még itt töltsük? Őszinte leszek, valahogy nem adja ki annyira. A krumpli az lőszer. Micsoda? Még csak meg se lehet enni? A krumpli az lőszer. Teljesen reasonable. Mert én abszolút értem, mi a logika mögötte. Nyilvánvalóan szerettem volna, hogy... Nem tudom igazából, hogy szerettem volna, de szerettem volna, hogy mondjuk kaja legyen belőle. Ja, szerettem volna. Az nem tudom, mi van még ott 3 percig. Szerintetek mi történik itt még 3 percig? Akkor lehet újra ültetni? Akkor szárad ki? Lehet, hogy akkor szárad ki? Ó, a cookbotba lehet belőle, nagyon jó. Nagyon jó. Ne, ha a robot tud valamit belőle csinálni, akkor nekem nagyon jó. Viszont... Én nem tudom, srácok, nekem ez a játék nem jött át annyira. Lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy velem van a baj.
Lehet, hogy velem van a baj. Valószínűleg velem van a baj. Nem sikerült megtalálnunk a közös hullámhozt. A közös hullámhozt. Úgyhogy nem leszek Scrap Mechanic Survival főállású streamerré. Ez viszonylag szomorú. Most lesz egy pár perc szünet. Azaz a pár perc szünet alatt átszetapolok, hozok vizet, tudjátok, szokásos drill. És utána pedig Temperton would feed the Colgan. Igen, a tehén mechanika azt tetszik. A tehén mechanika azt tetszik. Sajnos nagyon sok minden más is van benne. Ja igen, pár perc átállás, és utána kezdünk City Skyline-ozni. És valószínűleg este 8-ig City Skyline. Ja, éhezem. Elkezdtem éhezni. Tény és való egyébként, hogyha rátapintotok ott arra a tutoriál vonalra, és beszaladtok és eloltjátok a rakétát, amit nem tudom, vagy hát az űrhajót, ami nekem nem volt egyértelmű, hogy el kell, akkor valószínűleg sokkal pozitívabb lesz a rajt a videójátékkal. Viszont nézzétek, hát nézzétek, micsoda szakálla van! Micsoda szakálla van! Milyen az elgátó pótlék? Én személy szerint tökre szeretem. Itt van az elgátó cucc is. A fizikai gombok hiánya kisebb gombok esetében azért hiányos lehet, illetve az audio eszközök kezelésével még nem vagyunk teljesen barátok. Tehát, hogy a mikrofonok mutolása meg ilyenek, mert ezt meg átkavartam, és nem a default, nem mindegy, szóval az nem sikerül feltétlenül. De én személy szerint tökre szeretem. Tehát így, hogy van egy tabletünk, amit nem használunk egyébként, így tök jó. Na, pár perc szünet és jövök! Whee!